Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 11 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Hát hello, sziasztok. Szevasztok. Hello mindenkinek, Lac. Van egy ilyen jövő kollégánk, hát valószínűleg te bealudt, elnéztem. Háért. De tudja, hogy ő jön? Hogy? Hát, ez a hogy kérdés, hogy az, igen. Hisz hát, még péntek van. Hogy szóltunk-e neki, hogy ő van? Hogy tudja, hát, hogy fölébeztettük? Ja, ezt nem tudom. Hát ő ilyenkor szokott beesni ebben a pillanatban. Ja, nem, de már itt van a házban? Nem találkoztunk vele. Na, az a baj. Ilyenkor még nem szokott nekünk gyanús lenni, mert ő így jön, ahogy te. Ő a tiszteletet megadja, ő téged előre beenged. Igen. Ja, és utána. Igen. Be te bejössz, és akkor már ő is bemer jönni. Egyszer egyébként 5 órától itt ült a stúdió előtt, mert elnézte az órát, de akkor is megvártam. Lehet, hogy egyszer értetek oda a forgajtóhoz, csak ő meghajolt. Lehet. És akkor nem láttad. És úgy marad. Lehet, hogy beállt a gyerek. Nem, itt szokott már ilyenkor lenni, az egy gyanús, hogy nincs. Vagy innál egy kávét? Nem, csak hogy nehogy azt higgye, hogy ma a Viki van, mert nem a Viki van, aztán nehogy itt. Hát de tegnap volt a Viki. Mert ilyenkor meg dühös, ha nem ébresztjük föl, tudod? Aha. Tehát, hogy miért nem szóltunk neki. Jaj, hát Anna tényleg, akkor mérgelődik. Csörög már, csak hogy mi van vele. Nem, azért nem baj, ha később jön egyáltalán, csak hogy tudjuk, hogy aha, mikor jön. Jó. Ne legyen dühös. Nehogy aztán itt bármi. Ja, elaludtam. Hát de miért nem szóltatok, hogy ha jönnöm kellene? Na, mi újság van? Minden a legnagyobb rendben. Figyeljék, meg akartam tőletek kérdezni, hogy mégiscsak ilyen divat, úgy, mert otthon vagytok, meg ha esetleg rácsúsznátok erre a dologra, akkor én előre szólok. Mostanában nem rendeltetek Rómából magatoknak esetleg valami kis kasmír cuccot, elsősorban Balázsnak a profilben, de gondolom Békát is érdeklik a kasmír cuccok. Mi nem, van a római kasmírral? Képzeljétek el, hát ez egy nagyon jó sztori szerint. Nekem arhára tetszik, hogy a Róma környékén lecsaptak egy bűnbandára, egy kínai bűnbandára, akik kasmír termékeket forgalmaztak Európa szerte. És álkasmír volt. Hát 1 millió ruhadarabot foglaltak le, rögtön ti ugrottatok be, mert én ugye maximum nálam már ugye luxus a 100% pamut is, tehát én a kasmírra nem nagyon szoktam rácsúszni, de hogy ez nem kasmír volt, hanem patkányszőr. Jó fejek egyébként. Hallabból, hogy de hogy igen, meg ugye? Hogy 1 millió ruhadarab, ha honnan vettek el mennyi patkányt? Jó, hát mondjuk Kínában elfér, de biztos hogy... van. Te érted? És hogy csinálsz abból kasmírt? Fogsz egy patkányt, és leborotválod a kasmírt. Igen, az érdekes, hogy abból, hogy hát valószínűleg nagyon hülyéknek adták el, nem? Pár, hogy biztos, hogy a szőrről nem mondod meg. Nem, hogy ráadásul nem is hülyéknek adták el. Igen, mert nem hogy, biztos, hogy nem mondod meg. Hogy ránézésre is, meg állítólag tapintásra is, meg mindenféle aha, szempontból ezek nagyon kellemes kis ruhadarabok voltak, szabásuk is abszolút echte volt, világmárkáknak voltak természetesen álcázva, és onnan terítették őket Olaszországból egész Európa szerte. 1 millió ruhadarab. Itt inkább az a kérdés, hogy egy 1 centis patkányszőrből, mert szerintem nagyobb nincs neki. Hm. Jó sűrű, az igaz, a patkányszőr, abban hogy csinálsz? Összefonták. Hát ugye? Összeragaszgattad szálonként. Elvitték ugye a ruhadarabokat ilyen kis bevizsgálásra, és akkor megállapították, hogy hát ez nem annyira gyerekek, ez nem annyira kasmír. Rácsálod, hát, de nem úgy. Óriási, ügyesek. És hát, az a kérdés, állati. Tehát, persze. Igen. Tehát, hogy azért spécinek kell lenni, hogy megmond. Nem? Tehát azt tudni kell, hogy most akkor ez a kasmír az egyébként rövidszőrű, vagy nem rövidszőrű, vagy akkor ez most patkányból jön, vagy ez most egy felismeret, hogy az ugye mi az, miből jön a kasmír? Kecskéből? Kecske. Mi az Isten? Az kecske, ugye? Uh-huh. Tehát, hogy azért azt így neked tudnod kell, nem? Spécie megmondani, hogy akkor ez most a kasmír patkány, vagy a kasmír kecske. Átlag vásárló nem hiszem, hogy ebbe belefut. Nagy kérdés, hogy mi lett a hússal. Hogy azt vajon... Ja, hát igen. Azt vajon hogy... szétdobták-e Európa kínai hogy abból mi, igen, abból mi lett. Hogy abból mi lett. Mi egy rossz? Millió ruhadarab, Jézusom. Ja, most gondold el. És azért egy patkányból nem jön ki túlságosan sok, ugye még a farka is kopasz. Hát ez az. Hogy hány? Hány patkány? Meg hol fogsz ennyi patkányt? Hol fogsz? Szerintem otthon nekik van, ők jól állnak ebben. Így van. Meg volt a kínaiak? Kínaiak. Nagyország, elférnek. A patkányok inkább azt képzeljétek el, magát a feldolgozó ipart, hogy ott minek kell lenni, hogy ennyi ruhát tud csinálni. És egyébként lehet, hogy ők már 10 éve ezt árulják. Igen. Érted? Igen. Hogy a patkányok befogása, kinyírása, kopasztása, vagy nem tudom mit kell, leborotválása, az anyag megcsinálása, a ruha, érted ezt? Hát oda az egy több ezer emberes iparágot kint. És azért babra, az már... Az ott elég kemény. Az melós. A tojáspakolás is macerás. Lehet, hogy többen van egyébként, mint maga a kasmír.
Hát nem, mert megérte neki nyilván. Hát figyelj, valószínűleg ugyanúgy csinálták az egész üzemet, csak a szőrt hamisították. Tehát, hogy megvolt maga az üzem, lehet, hogy egykoron kasmírt készítő üzem volt, akik egyszerűen fölhigították. Tehát ez olyan, mint hogy a, nem tudom, 5 liter kóla közé teszel 1 liter hamisítványt, nem? Érted? Tehát, hogy valószínűleg nagy kasmír üzemük volt, nem? Aha. Csak rájöttek, dúsítani. Hogy elkezdték dúsítani, amikor az eredeti, mit tudom én, dízel kabát a közé bekeversz néhány hamisítványt. Aha. És mivel a bolt eredeti, így azt gondolod, hogy ott nem lehet. Tehát, hogy valószínűleg így csinálhatták. Aztán az arányok azok megváltoztak. De egyébként lehet, hogy nem volt olyan teljes körű a hír, mert lehet, hogy az gyakorlatilag 10 millió ruhadarab volt, és abból csak 1 millió volt patkány. Tehát, hogy az arányok még lehet, hogy így rendben is volt. Belefér, csak ha te hordod, akkor van gáz. De azért érted, hát gondolom nem lehet olcsó egy ilyen kasmír cucc, egy eredeti. Sose volt. És nekem, akkor itt tudod így. Nem tudom. És akkor a feleségednek, na, mit vettem neked? Na, bonts ki, nézem. Ez nekem ilyen nagyon úri hobbi, hogy most kasmír, fú, ez is sose érdekelt. Eleve a bunda, meg a szőr, meg ezek engem soha. Tehát, hogy még sapka, meg sál formájában se, soha. A nőt szerintem rettenetesen öregíti, egy bunda. A pasinak jó, de az ilyen úri flancolás. Igen, az nem. Nem. Most ide lerakták egy patkány, meg egy igazi kas, én nem tudtam megmondani. Nem? Hol tudná az ember, hogy ez most a patkány meg a kecskét az ilyen meg tudja különböztetni az emberben? Hát ha egyben van, igen, na de akad egyenként. És mennyit kerestek ezzel, nem tudjuk? Hú. Rettenet pénz szerintem. Hát, hát gondolom a patkány az tök ingyen van, pont is tényleg csak a feldolgozásért kell. Hogy hívják a kis a kasmír kecske, meg gondolom azért annyira nem. Ott is meg van határozva nyilván, hogy évente hányszor lehet róla levágni a kis szőrét, stb. Meg az azt hiszem, hogy ott van, hogy milyen, hogy ez gyerek kecske, nem? Abból lesz csak kasmír. Tehát ha idősebb korú kecskéből már lehet, hogy nem lehet. Nem, van benne valami. Igen, tehát én lehet, emlékszem, hogy, ez... hogy azok gidák, az most attól olyan értékes a dolog. Ugye, és ráadásul én úgy hallottam, hogy ellenáll, tehát nem szereti. A gida? Hatalmas küzdelem ára lehet tőle csak megszerezni, mert harap. Harap rúg. Az jó kérdés egyébként, hogy mi lehet a hússal? Igen. Ugye? Kivett utoljára. Tehát, hogy az konzervet. Ott mi történik? Hogy azt aztán hova adták tovább, így van. Mert utána azért, ha azt továbbadták, mert Roland, ha azt továbbadták, akkor... Aggódott érte. Igen. Ugye? Látod, igen. Kis gondoskodó vagyok. Szóval, hogy azt, akkor már valószínűleg azt is földolgozták. Na mindegy. Exportál Kína húst? Biztos, nem? A kínai azért fekete annak gazdaság. Utána, azért annak is utána néznék, hogy hova tűnt több millió patkánynak a konzervek, húskészítmények. Bizony. Hát nem gondolt, hogy akkor azt ők hagyják elveszni. Hát tehát ha erre ott van üzem, akinek ezt tovább lehet adni, vagy bármi, hát akkor még azt is el tudom képzelni, hogy azt is értékesítették. Hát igen. És lehet, hogy nem csak ez lett belőle, nem lehet, hogy mi is veszélybe voltunk öregák. Mert azt mondták, hogy na most... Tofu. Na igen, van egy kis patkány, és mi legyen belőle? Hát mire van igény? Hát most egy kis tofura. Egy kis tejtára. Na mindegy, jó ez a péntek, nem volt migrénetek? Olyan migrénem volt egész éjjel, megőrülök. Érdekes egyébként, hogy nekem is, én bevettem egy kis ampullányi kálciumot, mielőtt lefeküdtem, mert amikor lefeküdtem, éreztem, hogy kezd egy kis nyomás lenni a fejembe, és nem mondom, ebből ne legyen migrén, úgyhogy tak, le is nyeltem, jól is vettem. Igen, a kálcium segít a migrénen. Igen, van otthon ilyen a kálcium ampullánk, de csak és ez a folyadék. Igen. Csak fölöntve. Jó alaposan. Ó, fölöntve magadnak. Igen, egyre jó. Ez az időjárás egyébként. Igen? Mindenkivel ez van. Figyelj, most megint megy föl plusz. Mennyire? Megyünk a tavaszba. Megyünk plusz 10-be, hát nem normális. Most még menjünk, az jó, az nincs menjünk baj. Majd. Le, tudom, amikor elmész, akkor legyen. Ja, majd akkor legyen rossz. Most még nincs baj a plusz 10-zel, imádom. Majd amikor elutazom, akkor azért szeretném, egy kicsit hűljen. Azért nem értelek, mert oly sok mindent tanultunk már tőled az életben. Na. Például és azt utólag is köszönjük, hogy esetleg. Igen, ja, azt nem mondtam volna? De mondtad, csak nem lehet. Csak halkan. Hogy pont te szoktad mondani azt, hogy van a ne kérd, mert megkapod igen. című mondás, amit mindig elő tudsz venni, azt is nagyon szeretem. A másik meg, hogyha másra mondasz valamilyen izet, akkor visszaszár rád, ezt is szoktad mondani. Most azt kéred, hogy itt legyen hideg, amikor te elmész. Tudod, mi lesz? Befagynak a pálmafák a parton. Üzem biztos a 30 fok van ott már ilyenkor. Azért merek ezzel arcoskodni, mert ott már ilyenkor effektíve fizikai lehetetlenség, hogy hideg legyen. Aha. Tehát ott tombol a nyár. Na, majd csak figyeld meg. Majd ott ülünk a tévélet és hallgatjuk Antoniát, hogy mondja, sohasem látott ítéleti időt. Igen. Hóesés, havazás, ónuseső köccitálás Ázsiában. A gyerekek vidáman játszanak a térdig érő hóban, mert még sohasem láttak ilyet. Nem, figyelj, nem akarok ugyanígy, mint a Tibi, aki 20
fokból ment 20 fokba. Tehát, hogy itt nagyon jó 20 fok volt, ott nagyon szar 20 fok volt. Ez a 20 fok is mennyire relatív, ugye? Most tehát, hogy itt nagyon örülsz, ott nagyon szenvedsz tőle. Tehát, hogy tényleg minden relatív. Tehát nem akarom ezt a 20-ból 20-ba. Az nem egy jó. Tehát az a mínusz 10-ből plusz 30-ba az egy kellemesebb felállás. Hát igen, majd meglátod, 20-ból 19 lesz az. És tudod, melegebb lenne, mint, vagy hűvösebb lenne, mint itt. Az milyen lenne tényleg? Ti benyalnátok egy 21-et, ilyen lehetetlen meleg rekordok dőlnének meg, napsütés, pólós képet küldözgetnétek, én meg üldenék a parton, üldögével, monszunnal, fekete esőkkel, és egy ilyen kis finom északi szél így befújna egy 18 fokot. Kifordított esernyővel ülél. Az milyen lenne? Mekkora vérszívást kapnék, mi? Na mindegy, jó van. Majd meglátjuk. Tegnap én is erősítettem egy kicsit amúgy a táj-magyar kapcsolatokat, elmentem egy kicsit. Tájmasszázs vagy tájkaja? Bum-bum finish? Nem. Bum-bum finish volt? Az Magyarországon nem nagyon van. Illetve amiről tudok, az nem táj. Happy finish, nem volt? De ma van egy olyan jó kis szalon, igen, amit a Kassa Tibi ajánlott egyébként a figyelmembe. Akkor egy táj-magyar házaspár üzemelteti. Van hozzá egy kis étterem is, és nagyon kis kellemes. Merre van ez? A nyugati. Nyugati és környéken. Nyugati tér. Az étterem meg a Bajcsi és környéken. És előbb maszat az ember utána eszik, vagy előbb eszik azt? Én előtte maszat. Nem szoktam egyáltalán enni. Ugye? Vagy nagyon keveset, mert azért ez nem olyan jó, amikor hasa fordítanak, úgy maradsz még egy 40 percen keresztül, és közben meg ott... Dögönyözi a hasad. Igen. Mondjuk viszonylag hosszú, és a vége felé mindig elkezd korogni a gyomrom. Mert ugye szokták mondani, hogy a masszírozgatása, főleg a tájban, a tradicionális tájban, az egy órás az európai embereknek van kitalálva. A másfél óra az már olyan határeset, de az igazi az a kettő óra, annyira szokták belőlni. A teljes test. Ez az összetörős? Tessék? Tehát, hogy ilyen nagyon kemény. Hát valamelyik egyébként birkózik, igen. Tehát, hogy én nem értem, miért állunk, miért áll a harcban az ő lelke és az én testem egymással. Tehát, hogy nem tudod, hogy miért akar legyőzni. Bejön, és minél kisebb annál. És puszta kézzel töri a diót. Tehát, hogy elképeszt, de tényleg elképesztő kezük van. Tehát én is mindig megyek, főleg, ha kint vagyok. De hogy fú, nagyon-nagyon durván csinálják. Tehát, hogy kis, pici, vékony. Megfejtetetlen, miről beszélnek. Tudod, nagyon röhögnek mindig. Kuncognak. És kettőt rátfog, és visítva örjöngesz, hogy engedjen el. És az egész nő 30 kilóért. És ezt azért csináljátok, mert amikor vége van, akkor nagyon jó. Én a tájt nem szeretem. Tehát a klasszik tájt, amikor beléd térdel, én azt nem bírom, nekem az nem jó. Én a lábmasszást sem, meg az olajosat, amilyen kellemesebb. A fester csúszkál olyankor? Bárcsak csúszkálna, de nem. Általában egyébként nem szépek, szóval ezek ilyen 50-es, kicsit ilyen sárga fogú. Hát nem igazán jó. Ne nézz oda, hogy belépsz. Szóval senki ne képzel, hogy ezek olyan jó csajok, mert nem. Alapjában tájnők nem annyira jók. Tehát kicsit kövérkék, nem szépek. Tehát van egy-kettő, de nem igazán. Tehát van, de az európai nők sokkal szebbek. Van egy-két, aki szép, de ő fiú volt. A nagyon szépek, ráadásul tényleg fiúk, úgyhogy... Nekem is Mónit meg kellett nyugtatnom otthon. Pont most a héten látunk egyrészt a vizéből, a sokszor nézzük, mert marha jó, a két pasi és egy kicsibe, és abban volt egy ilyen rész, hogy jött egy tájmasszörnő, és hát nyilván egy ilyen ázsiai topmodell volt, egy irgalmatlanul jól nézett ki, és akkor mondtam Mónitnak, hogy tudod, milyen volt tegnap? Mondom, 150 centi, kb. 80 kiló. És nem ez a valóság. Nem, tehát hogy az álmaikban azért, hogy úgy néz ki, de nem egyébként nem, mert nem az a lényeg, hogy jól néznek, hanem hogy jól masszíroz. Én az olajosot például még nem mertem. Mi a félelem okos? Hát, tudjuk ezt oldani egy rövid kineziológiai rendeléssel gyorsan, hogy mi mégis mitől félsz, hogy bekennek olajat. Egy egyszerű dolog, hogy beszívja a ruhám utána azt, ami nem törlődik le róla. De áttörölheted magad utána. Egyrészt beszívja a bőröt, kettő, hogy utána adnak ilyen törlőt, amivel áttörölheted magad. De olyan száraz az ember bőre, meg olyan olaj van, hogy mire végez a masszázsal, addigra minden beszív. Az tehát, olaj a barátod. Tehát azért ezt nem így kell, hogy... Honnan jött az OPEC? Tehát ezt nem úgy kell, hogy fölkelsz, és akkor zuhanyoztában itt tocsogsz az olajban, mert ez nem olyan, ha bőven beszívja a bőröd addigra. Igazából, úgyhogy ez tényleg jó. Na jó van. Remélem elmúlik a migrénem. Mennyi lett a... Az lesz, mi elefekszem. Mennyi lett a játék? Dőj le egy pincet, milyen? Még van egy pár perc. Tényleg nyugodtan itt a padlón. 3-4-re mindjárt elefekszem. Vagy a 3-4 órás hírek alatt, 4 órás hírek alatt. Vagy kint a kanapére, az segít, azt mondják. Meg sötétbe kell lenni, becsukott szemmel. Igen, holtsuk le a villanyt. Én ezt szeretem. Akkor visszaalszunk, akkor egy meditatív állapotot. Hozunk gyertyát. És idézzünk szellemet. És hozunk kristölőket.
Mennyire tegnap a játék? Hogy állunk? Hát viszonylag jól állunk, egy. Bukjuk a talpárosan a helyet. Tegnap itt hoztuk volna. Egy becsület pontot, az jó de... volt, jó volt. Igen, egy, kimondta valamikor, ugye? Egy ilyen 50 körül bedurantotta. Igen. Orsi. Orsi aranyos volt, csak nagyon izgult, azt hiszem. Igen. Ugye? Zsinórban hármat elvesztettünk a hét elején, tegnap egyet hoztunk, tehát a hét elment, becsület van, megvan, lehet bármi ma már. Ma már lehetünk kedvesek is, ha akarunk, de az nem áll jól nekünk. De nem, hát érted, mégiscsak a renoménkról van szó. Igen. Balázs soha nem mondta, hogy üzembiztos. Tesson Floridában él, ilyenkor 23-25 fok van, pár napja a kocsiról kapart a jeged. Hát ott most igen, ott van a gondok. Is, igen. Azt mondja, hogy nagyot halló béna vagyok, beszélni is alig tudok. Nyerni akarsz? Engem hívjál. Biztos egy üzem. Jó, duma. Egyébként ez ilyen jó szám, megnézem, emeldíjas. Egyébként honnan jött ez a szám? Mert nagyon hosszú. Micsoda? A telefonszáma annak, aki írt. A plusz 43, azt hiszem Németország. Plusz 43. De hát plusz 42 a németek, nem tudom. Van közte hasonlóság és közte. Nem tudom. Kisújszállás és Kenderes felé lerobbant kamion van az út közepén. Hoppá, mindenki figyeljen, a köttől egyáltalán nem látni, meglehetősen veszélyes. Ez Atek küldte nekünk, köszönjük szépen. Valószínű, hogy azért találták ki a patkány sztorit, hogy ne vegyék meg a hamis árut. Kracs írja, tehát hogy nem biztos szerinte, hogy patkányok voltak. Többen kérdezik, igen, hogy mi lehetett a hússal. Állítok, itt valaki azt írja, hogy hamburgert csináltak, de nem tudom, hogy mennyire ellenőrzött forrás ez, hogy utána mi lett belőle. És ma van Axel Rose 52. születésnapja. Na jó, Isten áldjon meg! Isten éltesse sokáig azt a most írtam, valami pozitívat akartam találni, azt az egykori kiváló énekest. Keressek egy gánzt, vagy... Hát félfejszette, elég magas labda ez, Balázs, most is fáj a fél, nem tud ellenkezni. Érted? Mink van a gánztól? Csak van biztos, hogy nagy közhelyek vannak. Azok a három így. Legnagyobb közhely, az semmi más. Na mondd el, ne nézz a monitorra, melyik a három nagy közhely. Biztos megvan a Sweet Child, az igen, többször meg nyomtuk, biztos Felejtő. Megvan a Paradise City. Hát egyébként gondolom. Biztos megvan, mert novemberén nem lehet. De megvan. Én biztos, novemberén, hogy behoztam egyébként, szerintem egy jó Welcome to the Jungle, az nem lenne rossz. Az ébresztőnek jobb, mint egy ilyen kis izé. Kis nyafizós, nyavajgós. Mr. Brownstone, vagy a Night Train. Van, tehát, Night Train is jó. Itt van, azt behozta a Jani, a Welcome to the Jungle, az is itt van. Melyik és a Mr. Brownstone nincs meg. Soha nem felejtem el, a Welcome to the Jungle-nak a klipjét imádtam, hogy beérkezik a távolsági busz, és a kis Axel leszáll a nagyvárosban. Igen. Aztán berobbant. Ez egy igaz történetet mesél el a szövege, arról ő beszélt sokat, igen. Szóval mink ennyi? Hát ezek vannak. Hát nem sok. Hát ez nem sok. Hát akkor az. Ez. Hírek után. Persze, belefér, gyerekek. Hát csak 52 éves ez a drága Axelrose, azért sokunk életét meghatározta. Az enyém legalább itt nagyon. 88-tól 93-ig, 4-ig azért nagy Guns rajongó voltam. Pólóval, Guns koncerttel Budapesten, szakadó esőbe. Illetve Izzy-ét, Dizzy-ét, Mattét és Slash-ét is meghatározta hosszú. Igen. Imádtam őket, és az összes általános iskolás osztálytársam Guns-os volt, és mindenki imádta őket. Tehát az nekünk az nagyon nagy hullám volt. Na jó, hát hallgassuk meg, persze. De most mi bajunk lehet. De te úgyis fekszel alszol. Hát azért ezt meghallgatom. Ezt fölhangosítom. Jól van. Lehet jelentkezni játékra, egészen nyugodtan. Jó. Szilvi, talán ő volt, abszolút elmondta, hogy milyen típusú játékokat várunk, vagy játékosokat várunk. Nagyot halló béna, beszélni is alig tudó, ahogy ezt ugye Szilvi magáról írta. Már Szilvi is esélyes lehet be is előlem esetleg. Ausztriából ráadásul. Úgyhogy lehet jelentkezni játékra. Mi már csak szépíteni tudunk, de nektek még lehet egy ajándékcsomag, és 4-1-re beúszhatjátok a hetet, úgyhogy hajrá! Pontosan 19:30 jövünk a hírek után. Jó, ez csak azért, mert 52 éves. Volt tegnap, ahogy megint meghallgatok, egy pici fáziskésésben vagyunk, de... Csúsztunk? Jó, később, nem ma soha. Volt? Nem? Nem. Állítom. De valaki azt írt, hogy ma 52 éves. Nem. Ő szerintem provokált minket, hogy tudta, hogy be fog jönni. Ő azért 365 napjában mindig elküldte, most utána néztünk, hogy ma 52 éves Axel. Igen. És ja. ma végre benyaltuk. Igen. Aki egyébként, tehát ilyen viszonylag friss az ős Guns-szal kapcsolatos albumot szeretne hallgatni, az mindenképpen hallgasson a 2012-ben megjelent Steven Adler albumot, a Back from the Dead-et. Őt ugye a Lies után kirakták a zenekarból, mert még a többiekhez képest is túl sokat ívott és szívott, ami egyébként már egyébként szerintem ilyen csodaszámba megy, és az album nagyon jól sikerült. Nagyon rendben van. És többek között ennek a dalnak is a társszerzője.
Tehát a jogdíj csöpög. Hát figyelj, jön azért aki, az neki. Aki ezeket átra csinál bármit is, egy hogy hívják, egy szólót, vagy bármit, az élete végéig már jó van. Igen, ők azért jól élnek ebből. Csurdagál egy kevesecske. Igen, hiába mostában önmaguk paródiái szegények, de abban már az eredeti taguk közül nincsen kis túl sokan. Kivéve Slash-t, akinek viszont dübörög. Igen. Neki nagyon megy. Jó, azért volt pár olyan év, amikor el kellett gondolkodni, hogy merre van előre. Hát igen. Viszont így visszafog igen. magad. Hát ilyen, akkor ilyen session zenészként jött-ment. Uh-huh. Igen. Mindenki ezt bezenélt egy kicsit. Ja, és mindezt tette két üveg viszkiért szerintem. Igen, nem? igen. Mindenhova elment zenén, de most ugye most van megint. Miles Kennedyvel van még. Igen, a Miles Kennedyvel tolják. Úgyhogy ő volt egyébként, azt hiszem, hogy az első olyan gánztag, akinek igazi konkrét zenekar lett, ugye ez a Slash Snake Pit volt. Az a volt néhány ilyen közepesen volt sikeres alul. Próbálkozás, igen. Na jó van, oké, megnézzük akkor, ki a játékosunk. Jó, valakivel már is játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel. Hello, sziasztok, jó reggel. Hello. Szilvi vagyok. Szilvi. From Austria. Igen. Igen, Szilvi, kicsit hangosabban, nagyon halk vagy. Figyelj, te írtad nekünk ezt a gyengél lehalasz, gyengél látsz, beszélni se tud semmi. Igen. Te voltál? Na, az jó. Annak jó, látszik, voltam, igen. Látsz, mit csinálsz Ausztriában? Hát dolgozok, vagy hát dolgoztam, újságot hordok. Na, tényleg? Ez egy hajnali munka, vagy hogy csinálod? Aha, éjjel, egytől reggel 6-ig kell kirakni. Atya Isten. És miért Ausztrália? Ausztrália, miért Ausztria? Hát, mert itt jól fizetnek. Na, ez nem baj, hát ez annyival többet keresel újságkihordóként, mint ha ezt mondjuk, nem tudom, Győrbe, vagy Sopronba, vagy valahol ott a környéken csinálnád, magyar oldalon? Hát ugye igazából Magyarországon nincs is ennyi előfizető szerintem, mint itt Ausztriában, és tehát ott ugye nem valósul meg Magyarországon az, hogy reggel 6-ig kihord az újságot, mert 6-kor kapják meg a kérdésítők, úgyhogy... Aha. És akkor van egy napközbeni munkád is, vagy ezt csinálod most? Igen, nekem van, igen. Tehát a férjemmel együtt csináljuk, ő visz egy területet, én viszek egy területet, egy autónk az állandóan kín van Ausztriába, és egyen járunk haza, és én nekem van egy nappali munkám is. Ő meg otthon van a gyerekekkel, mint hivatásos anya. De jó az. És te még nappal mit csinálsz emellett? Egy barkácsáruházba dolgozok pénztárosként. És akkor mikor alszol? Hát nappal elmész dolgozni, éjjeltől kezdődik a 6-ig az újságkiordás, aztán megint hát ugye köztes időben. De mi 3-4 órát gyorsan valamikor? Hát igen. Azt a mindenit. Igen, reggel 2-3-at, meg akkor este 2-3-at. Kemény vagy, le a kalap. Azt a mindenit, ez kemény. Ez nagyon kemény. Hát már hozzászoktunk mióta, évek alatt. Mióta csinál? 2 éve. És bringás vagy autós újságkihordás? Nem, autós. Autóval. Aha. Ugye akkor a területünk van, hogy ezt nem lehet biciklivel. Uh-huh. Hány gyerek? Annyi az újság, hogy ezt nem lehet biciklivel. Hány gyerek van otthon? 3. Az otthon az mi? Az valahol a határ mellett? Igen, hegykön. Soprontól olyan 20 kilométer, egy ilyen üdülő falu. Na hát akkor nagyon nem kell azért ingázni, tehát nem arról van szó, hogy mondjuk Pesten, és akkor visszamentek oda, hanem ott a határ. Hát azért egy olyan 80 kilométer oda-vissza. Plusz még amit itt megyünk kocsival. Szép. Azt a mindenit. És apu jó bírja otthon a srácokkal? Hát igen, most már beleegyződött. Mekkorák? Gyerekek? 10, 9 és 3. Ja jó, hát akkor ők velük azért már nem kell egész napot hol lenni, tehát ők már azért óvi iskola. Tehát persze, mennek óvi iskola. Úgyhogy... Az már azért jobb. Oké, Szilvi, jól van. Na, hát egy kis kitekintés után kivel szeretné játszani egy utolsót? A Ferivel. Ferivel. Harmadjára játszom a héten. Hát mert szeretnek, Feri. Ennyi, Feri, visznek, mint a cukrot. Ennyi, rád kaptak. De én vagyok a héten az egyetlen, aki nyert, csak szólok szépen. Ez igaz, és ezen mi már akkor így ebben a formában nem is tudunk változtatni. Nagyon veszélyes vagyok most. Ezzel így most kiegyezünk fel. Elég rossz a statisztikánk, de kemény vagy, bevállaltad az e-heti legjobb játékosunkat. Igen. Feri, abszolút, az átigazolási szezonban most őt hívják először. Most nagyon kapós lehet. A többiek csak kispadoznának. Igen, mármint mi. Erősen kispadozunk a vereségeinkkel ezen a héten. Én még a csapatba se kerültem be. Balázs, tőled egy kicsit tartok. Az utóbbi 3 hetekben folyamatosan vesztek, de folyamatosan. Olyan rossz a statisztikám, hogy nagyon, tényleg.
A Janinak meg imádom a visszaszámolását, úgyhogy ő abszolút. Ja, tehát azt meg akarod hallani. Ja, igen. Milyen érdekes egyébként, hogy dönt a játékos. Jani nem merő jól számol vissza, valami, legyen a Feri, igen. Nem. Jani, most a legerősebbet vitted. Csak tudod játszani, Jani, hogy visszaszámol saját magának. Nem baj. Na jó. Na jó. Jani? Drei, zwei, ein! Jaj, most is kint vagy, Szilvi? Természetesen. Már megy a meló, ugye? Már vége van. Vége? Akkor hazafelé? Hát, még várom a páromat. Ő is ott ő van kint? Természetesen, ő még egy kicsit később fog végezni. De ilyenkor ki van a gyerekekkel? Ha édesanyám, minden este jön hozzánk. Drága kint. Mama, ugye? Igen. Köszönöm szépen! Tudom, ez rohadék és aljas vagyok, mert érzelmi alapra helyeztem, hogy drága mama. Értes, ennyi. Szép volt. Egy nagyon szép volt. Mit mondott volna? Elharagudj, hoznom kellett ezt a pontot még. Az igen se jó válasz, a nem se jó válasz. Igen, tehát csapda volt. Nyilván van néhány kapcsolat, amiben egy nem belefért volna, de hát. Igen. Szilvi, nem játszottál rosszul, de ez a Feri hete abszolút. Vissza hátán minket, úgyhogy... Pedig figyelmeztettetek. Igen, mondtam, hogy a legerősebbet, mert messze a legjobb ezen a hétem. Igen. Hát mindegy. Na, azért köszönöm szépen. Jó. Hát Szilvi, gratulálunk. Jó munkát és kitartás, le a kalappal, amennyit dolgozol, megérdemelted volna. Ciao, hello. Szegényké megérdemelt volna. Tényleg, jó, de hát... most tényleg legyen ez, hogy egy szemét Nem. Ő akarta a legjobbat kihívni. A legjobb, akkor vigyá a legjobbat. Igen. Bravo, Böllér. Köszi. Ez érdekes lehet, ez az apu otthon van egyébként. Két mondatot néha, majd egyszer lehet, hogy beszéltünk róla. Hát de apu miért van otthon, ha már 10 évesek, meg 7 évesek? Hát reggel elviszed őket, azt hiszem. Igen, de a 3 évessel még... Óviban, amikor az még sokat beteg valószínűleg, ja. Azon még sokat kell otthon lenni. Hogy nehéz-e földolgozni azt, hogy te vagy a család fenntartó elméletileg, de anya jobban keres, akkor otthon maradsz. Én is szeretném. Mondtam a békának, hogy csináld te, én maradok otthon, csináljunk még gyerekeket, de érdekes lehet, nem? Valószínűleg van az a típusú férfi, akit nem zavar, de van az a típusú férfi, tehát két tábor van, aki viszont azért előbb-utóbb elég komolyan értékelési zavarral áll elő, hogy a nő tartja el, szóval azért ez egy komolyabb férfit azért ez kell, hogy zavarjon. Aki ilyen otthonülős, ilyen kicsit ilyen... Komolyabb férfit kell. Úgy értem, akinek erősebb férfi energiái vannak, tehát aki családfenntartó akar lenni, aki ő akar egzisztenciát teremteni, azért egy pasi, szerintem egy idő után kell, hogy zavarjon. Nem olyan nurik, mint te, érted. Igen, ha értitek, hogy mire gondolok, tehát, hogy nem egy 46-os... Nem van. Igen. Lenézek. Tehát egy idő után szerintem tehát az a pali, akinek egy-két évig jó, és akkor el van a nő keres, kicsit tévézik, kicsit gyerekezik, kicsit döglik, az nem egy idő után. Hát most nem konkrétan erre gondoltam, hogy döglik. Igen, azért mert hogy háztartásban, de mondjuk anyunak van jó kereső állása, jó fizető állása, te most munkanélkül maradtál, és akkor úgy döntöttök, hogy maradj otthon, te. Hát a munkanélkül nem maradtál, akkor nincs is nagyon más döntés. Na jó, de akkor még el lehet kezdeni menni, jönni, menni. Vagy dönteni kell, hogy melyik ötök hagyja ott az állását, például a gyerekek. Mert születik egy hármasikred, érted? Ha a nő jobban keres, akkor nehogy a nő hagyja ott, persze. Na. Hát bár azért valahol a világrendje azért, én nem tudom, szóval nekem sem bajom az, hogy apák annak otthon, nem? Ez ugyanolyan jól meg tudják oldani. De mégis hát azért a gyereknek, szóval én azt hiszem, hogy talán azért az kell, hogy az anya legyen mellette, nem? Tehát, hogy ott legyen, szoptassa. Az első egy-két évben azért ott nagyon fontos kötődések alakulnak ki. A gyerek ritkábban látja az anyát, fel se tudja, nem tudom. Jó, persze, anyatejből mi rosszul állunk, ebben igazad van. Hát de lehet előre fejni, cumi be, tehát meg lehet ezt oldani, nem tudom, de valahogy, hát nem tudom, nehézebb állást foglalni. Meg nem minden férfinak való. Én most valamelyik nap abban a szerencsében részesültem, hogy délután elkezdtem a gyerekkel foglalkozni, Móni helyett, mert osztálytalálkozóra ment. Na most, főzés, takarítás, tanulás, ágyazás, minden kívánság teljesítése, hogy gyakorlatilag vért izzadtam. Percről percre pontosan, de egyszerűen nem tudtam semmivel foglalkozni, ami rólam szól. Csak a gyerek végig. Úgyhogy mondtam neki, hogy azért ne rendezzenek túlságosan sok osztálytalálkozót, inkább 10 évente egyszer belefér be. Ki voltál kicsit mi? Fény, nagyon egy napon ott kell, de a életbe teljesen kiborultam. De nem hiszitek el, hogy mindent, amit átvállaltam, tehát akkor ő nem volt ott, egyedül voltam, mindent nekem kellett csinálnom kivétel nélkül. Nagyon melós volt. Félek? Folyamatosan milyen egyik érdekes? A másikba ért. Komolyan. Aha. Nálunk sose vagyunk, se a Bazsi, se én a gyerekkel. Én tudom milyen, igen, tudom. De én nem erről beszéltem, de ez ugye tiszta. Hát de miért meglepő ez, hogy melós? Hát ez... úgy, hogy hát nem,
nem az a része, hogy melós, persze láttam, de hogy gyakorlatilag minden rám hárult, amit ő egyébként a vállán szokott vinni. Tehát sokszor egyébként ugye, mit tudom én, a nőt, vagy a nőnek a munkáját azért valljuk be őszintén, leszoktak egy kicsit sajna. Ja, mert te csak megfőzöl, ja, te csak oda készíted a ruhát, ja, te csak kivasalsz, ja, te csak kimosol, ja, te csak összekészíted a gyerekkel a holnapra cuccot, ja, csak, hát nem tudom. Én mondom, ahogy átvettem a kormányt, onnantól kezdve gyakorlatilag, amíg Móni hát hazamért, folyamatosan melóztam. Igen. Hát a gyerekkel vagy otthon, akkor arról a sok idő nem szól. Abszolút. Tehát, hogy az olyan, nem? Hát az akkor beállsz a sorba, aztán csináld, főleg a kisebb. Ugye? Hát ott az egy nálunk folyamatos nem volt meló. Kisebb. Tessék? Nálunk ekkora volt mind. 11 évesen született, igen? Az csoda, nem is voltatok benne az újságban. Na jó. Mi nem szoktunk. 7 óra múlt pontosan 1 perccel, jönnek a hírek, jó? Közlekedési híreket várom, egy picit kevesebb van most jelen pillanatban, úgyhogy írjatok, hogy hol van ónos eső, hol esik, hol mi történik. Mi pedig jövünk a hírek után. 7 óra múlt 15 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk. És közlekedünk egy picit, mert hogy jött egy 2 közlekedési hír. Budapest Ajka között Tejköd, néhol 50 méter sincs a látótávolság. Krisz üzeni nekünk. Mi van Sopronban, hogy kell 5 tűzoltóautó? Dani kérdezi. Hát egyelőre ezt nem tudjuk. De itt hajnalban szintén itt is sok tűzoltóautó ment kifelé az M5-ös felé. Nem tudom, hogy mi történhetett. Ez a tűzoltók lavinája. Lavinahadművelet. Lavinahadművelet van a tűzoltók? Igen. Igen? Elindultak? Szegények dolgoznak. Hát majd igen, ha valaki megírja, hogy mi van Sopronban, akkor tudom mondani. Kisújszállás Kenderes 4-es számú főúton köd, kevés látótávolsággal, és a régi 7-es úton Budapest és Velence között olyan köd van, hogy Martonvásáron a gazdáknak meg kell fordítani a kutyákat, mert befelé ugattak az udvarokon. Igen, hát ezt sokszor elsütötték nekünk, köszönjük. Szuper. Gyönyörű Németjuhász kóborol Pest Imre Kisfaludi utcában, a buszt kergeti, fogja be valaki, ne üssék el, írja Ari. 6-os út Adonytól. Köd-köcitálás amúgy hatóságilag rendben. Serrano küldt ezt nekünk. Ma 60 éves Dieter Bohlen. A következő számunk legyen egy Modern Talking. Gyerekek, minden, most mindenki ír, hogy ki hány éves ma. Igen. Ma, tényleg ma 60 éves. Nem adnátok le egy Queen-dalt? Freddynek is szülinapja van. Ja, ezek ilyen kivételes alkalmak, hogy bele nyúlunk a zenébe, de igen, most megtörtént. 60 éves az öreg. De tényleg ma 60 éves a Dieter Bohlen? Hát figyelj. Yamaha, Yamaha, ahogy fölírtam még a VHS-ek kazettámra. Yamaha, de pontos ével. Elipszilonnal írta. A modern fiú volt. Modern fiú volt, elipszilon írtam, de Yamaha, Yamaha. Tehát hogy ugye ez jött át, ugye, az angolból. 54, február 7. De szép. Isten éltes, és sokáig. 60 éves. Fogsora meg ilyen 20-25 lehet, hogy nézzel. De dollár is 1000. 25 ezerről. Hát, Istenem. De szép időszak volt ez. Bizony. Én egyszer láttam egy ilyen hakni brigádnak a dalos könyvét, ami úgy volt írva, hogy te mondad, de ott az ilyen Yamaha, az tényleg pontos ilyen. Tehát kiejtés szerint leírva a szöveg, és akkor fölé akkordozva, valami lakodalma zenekar volt. Óriási. Ja, mert ők ugye beírek fonetikusan. Hát persze, igen, az az egyszerűbb. Ha nem tud az ember idegen nyelveket, akkor főleg, és akkor itt ilyen pontos ilyen minden. De jó, hát figyelj, használható volt. Jó, hát nagy dolog az, hát most politikusi adóbevallásokban is lehetett látni Y-sével a Toyotát, úgyhogy. Igen. De aztán azt javította, ugye rájött, igen, hogy rosszul írta. Hát jó, később, mint soha. De várj, érted? Ja, és beírta J-vel? Y-sével. Y-sével. Atyaisten. Jó, hát új volt az autó, még. Hát, hogy írhatja le Mitsubishi, tehát az amit csinál. Mitsubishi, az, amit csinált van. Milyen szerint, hogy Toyotája van, nem? Érted? Hát egyébként ott a japók, ez még egyszerű. Várj, a Toyotánál a japók hibáztak, mert az Y-ból az Y-t belerakták. Igen. Ugye? Csak igen. A L hiányzik. Hát, meg mondjuk Norbi is Volkswagennek mondja a Volkswagen. Jó, Norbi sok minden mond. Ja, hát... De mit is? Tessé? De mit is? Ennyi, batyút! Pölö. Jó, hát ő igen, 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 ő nagyon, nagyon ügyes. Gyerekek, azt olvasom, hogy Peter Falk, vagyis Columbo szobra készül, nem sokára ezt olvastad? Bizonyám, bizonyám, Falk Miksához kötődve. A Falk Miksa utcában? Így van. Ami, ugye hát készül Columbo szobra, mert hogy állítólagosan, állítólag, ugye, így van. Feltételezések szerint Falk Miksa írópolitikus lehetett Columbónak a dédapja. Igen, mert hogy a Falk, meg Falk.
Értitek, ugye? Tehát, hogy igen, állítólag. De ebben most mi igaz? Lesz egy szobor átadás, ahol átadják, és tényleg rendes Kalambó szobor. Én rosszul vagyok a Kalambótól, tehát a hidegráztől nem szeretem. Annyira jó. Nagyon nem. Hát de ahogy rájön, hát figyelj. Minden pillanatában ideges vagyok tőle, úgyhogy nem tudom végignézni. Nem szereted? Nem. De mitől nem? Attól azért jó a Kalambó, mert... Egyrészt, hogy nem értem, kettő, hogy okosabb nálam. Csomó dolog miatt irítál. Nem, én mindig az ilyen kicsit tudálékos, jaj, még egyet kérdezek, úgy lopakodok be a küszöb alatt, hogy közben nem vagyok idegesítő, de közben kicsit ide. Én ezek nem bírom, tehát nem bírom nézni. Van az a karaktertípus, aki irít. A Kalambó az ő, tehát nem bírom nézni. De hogy van-e között, de lesz egy Kalambó szobrunk Magyarországon, vagy Budapesten, egy Kalambó szobor, gyerekek? Nem csak Kalambó, hanem Kalambó kutyája is meg lesz örökítve. Bizony. Volt kutyája Kalambónak? Így van. Ebben mondom, vannak hiányosságai. Egy Basset Hound, aki az ő társa, meg a régi autója, és van felesége is, akit viszont soha nem látott senki. Tehát lesz az is, csak hát nem látszik. De az rajta van már csak. Ugye? Így van. Ja nem itt Google látom. Mellette? Ja nem ez Rogán Antal. Igen. De várjatok, tehát hogy tehát most Falk Miksa volt a nagyapja Peter Falknak. Hát nagy vagy dédapa, de nem teljesen de, bizonyított ez nem nagyon van. De ha igen. Lepapírozva, hogy úgy mondjam. Tehát ez, egy nem tudjuk, hogy bizony. Ez egy feltételezés, aminek vannak nyomai, de konkrétan a levezetés az hiányzik a sztoriból. Tehát nincs olyan papír, nincs olyan nyomozati összefüggés a dologban, hogy biztos, hogy a Falk név az mindkettő ugyanazon családi ágból származik. Na de hát akkor a Falk Miksa utcába miért nem teszünk egy Falk Miksa szobrot, vagy az már van, nem tudom, most tényleg csak... Szerintem nincs. Hát, tehát, hogy Falk Miksa utcában de szobrot építünk Kalambónak? Tehát Falk Miksa utcában miért nem Falk Miksának építünk? Szóval miért csinál Kalambónak szobrot? Mi az Isten közünk van Kalambóhoz? Azon kívül, hogy valószínűleg Falk Miksa volt a nagyapja, de ez sem bizonyított. Igen, picit fura. Ezt én nem értem. Hogy arra vagyunk büszkék, hogy Kalambónak állítólag az egyik felmenője volt Falk Miksa, ezért Kalambónak állítólag egy szobrot. Ugye, tehát, hogy a Falk Miksa utcában, de lehet, hogy aztán maradt egy Falk Miksa szobor, tehát ezt most valaki megír, hogy én nem tudom. Csak hogyha van egy, mit tudom én, egy politikus, ugye, író politikus volt, igen. Ő akkor miért nem neki csinál? Miért csak Kalambónak szobrot? Hát a Kalambó azért nem egy miért magyar leszármazottnak? Miért a leszármazottak? Miért nem csak akik... Horst Tappernek? Vagy érted, mert én szeretem a terjét. És kérdezem, akkor mondom, én a Petőfi Sándor... Nincs állítólag a magyar felmenője. Petőfi Sándor utcába bebizonyítjuk, hogy harmadapa Jágról, nagyapa Jágról, Petőfi Sándor hozzát, és akkor Fritz Weber meg Horst Tapper, ugye? És akkor... Kinek lehetne még szobrot csinálni Budapesten? Kinek van még magyar vonatkozását? Rájövünk, hogy annyira kicsi a világ, hogy itt aztán most elkezdesz mindenkinek szobrot építeni. Mert hogy mindenki valamilyen szinten magyar vonatkozású volt, nem? Ugye? Tehát egy csomó embernek lehetne akkor szobrot állítani. Nem is tudom, hogy van-e ilyen, akinek olyan felmenője volt, aki híres volt. Tehát, hogy valamilyen szempontból számunkra, a magyarok számára egy fontos személy volt. És aztán később ő belőle is mondjuk egy ilyen közismert vagy világhírű ember lett. Azt nem tudom, de hát a kis tagoknak is ott, igen, van valakinek, ugye, hát magyar vonatkozása. Hát ott az anyukája. Ott a Kurt Russell, vagy valaki onnan is tudok, akkor ugye... Nem, a Kurt Russell felesége. A Kurt Russell felesége, akkor ugye van a... Drüberi úr. Vagy a Belmondó, vagy az Alain Delonnak is van ott valami magyar vonatkozása, most nem tudom, hogy kik, de hogy itt tudom, hogy ezeket a neveket mind össze lehet kapcsolni, akkor van egy Mondó amerikai Béla. Színész. Tessék, Mondó Béla. Megmondó Béla. Megmondó Béla, 17. századi nagyon híres író, Mondó Béla, hogy kinek csináljunk még szobrot? Tehát akkor játszunk el a gondot, hogy nagy olyan sorozatszereplőknek, akiket szeretünk, akiket kedveltünk, hát gyerekek, a Kalambó szobor lehet, és ott lesz mellette a kutyája is. Igen. Rá, így hűséges szemekkel. Uh-huh. Figyeld meg, hogy a kutyát fogják ellopni először. Most teszek rá egy komolyabb készpénzösszeget, hogy a szobrot nem tudják felemelni, mert a szobor azért nagy lesz, le lesz betorozva, nyilván a kutyát is megpróbálják rögzíteni, de az a kutya ül, akkor a két lábánál meg a fenekénél tudják rögzíteni. A kutya fog eltűnni egy héten meg belül. Abba egész biztos vagyok. Egyébként azt kellene csinálni, hogy mindig megnézni, hogy az ilyen fémhulladék elvetevő telepeken miért adnak a legkevesebbet, és abból kellene készíteni köztéri szobrokat. Hogy a legkisebb legyen az esélye arra, hogy elvigyék. Mert hogy ez bronz. Igen. Tony Curtis vonalon is vagyunk, jók vagyunk, igen, ugye? Ja, igen. Tehát ott is, tehát mondom, és azért nagyon büszke volt mindig. Igen, ő sokat hangoztatta, hogy magyar származású szülők, ugye? Igen, abszolút. Úgyhogy ott azt sokat mondta ő is. Gyerekek, hát akkor itt egy komoly... Vagyunk bőven. Komoly színész csapatot lehetne valami Hírességek utcája, ahol csak a magyar vonatkozású színészek vannak, nem? Utána néztem, nincs Falk Miksa szobor az országban. Nincsen? Azt a mindenségét.
De most ez egy hülye kérdés, hogy milyen falkmiksának állítunk szobrot? Az, szerintem határozottan, az ne haragudj, ez ilyen föltözaragadt gondolkodásra, nem is tudom, hogy tudsz élni. Jó, de a hallgatók ráfűztek, pontosan erre gondoltam, hogy a Chuck Norris szobor lehet a Chuck Máté után. Egyébként tökéletes. Ez nem, Chuck Máté, nem tudom, ki írta, de zseni. Chuck Máté és Chuck Norris, ugye meg sok-sok évszázadon keresztül levezethetően egyébként, ugye hát tulajdonképpen apai ágon lehet, hogy közösek. Tehát Chuck Norris szobor lenne a Chuck Máté utcában. És egy utcával lejjebb pedig az eltévedő turistáknak, akik nem tudják kezelni a térképet, meg a Bédekert, a nem Chuck utca. Igen. Vagy tegyék a Falk szobrot a Falkland szigetekre. Tony Curtisnek a Kertész utcában, nagyon szép megfejtés, igen. Feri szobrot a Rákóczi hídra. Gyerekek, hát itt egy csomó mindent tudnánk ebből csinálni. Tehát most tényleg kicsit mindenki elengedi a fantáziáját, tehát akkor itt minden utcában, mindenhol lehetne egy hírességnek szobra. És a magyar háztartásoknak ennyire fontos volt Kalambó, vagy egy nálunk egy kultikus? Nagyon. Igen? Nagyon. Az első nagy ilyen sorozatok közé tartozott. Szerintem népszerűbb is volt, mint tudom én, mint Arsène Lupin, vagy Charlie Chan, vagy Hercule Poirot. Hát a Petrocelli tudott még versenyezni. Petrocelli, ez menő volt a Sofern épülőházával. Igen, mindig lakott egy lakókocsiban, és igen, az volt a sztori. Ugye igen. Petrocelli az ügyvéd, az mert volt vele tudtak azonosulni. Akkor, ugye a Sofern épülőház. Igen. Lugosi Béla, Gábor Zsa, Goldie Hawn, tehát itt azért nagyon nagy magyar vonatkozások vannak. Igen. Előbb-utóbb megfejtenénk, hogy Richard Kledermannak is biztos van valami magyar... És a Zongora utcában. És a Zongora utcá. 6. kerület, a Zeneakadémia mellett Zongora utca, Richard Kledermann szobor. Ott áll, tehát ez simán nagyon belépesíthetnénk. A Majakovszki utcában élő a Kledermannó. Tehát tele lehetne egyébként, ez lehetne egy ilyen turisztikai látványosság, hogy nekünk minden utcánkban van egy olyan híresség, akiről mi azt gondoljuk, hogy van magyar vonatkozása. Uh-huh. És azt mondják, hogy milyen érdekesek ezek a magyarok, tulajdonképpen mindenki tőlük származik, hát, nem? És jönnének a turisták, és kiderül, hogy minden utcában valahol egy amerikai, külföldi, mit tudom én, nyugat-európai híresség szobra áll, mert mi be tudjuk bizonyítani, hogy van magyar vonatkozása, tessék, vagy valamilyen történelmi személy. Ez abszolút jó. Lennénk, egy ilyen ős anya. Így van. Igen. Magyar. Ez jó, a turisztikai vonal. Az alfa nemzet. Igen. Szobor Kabir Bedinek írja valaki. Na, ő például hova lehetne eltenni? Kabir? Szabir Bedi, ugye hát Szándokán volt. Hát egy családi vonatkozás, Kibédi Ervinhez. Igen, Kibédi Ervin. Igen, Kabir Bedi szobrát avatjuk. Igen, tehát van itt kapcsolódás. Mikor adják át ezt a szobrot? Biztos nagyon szép lesz. Hát ha majd Rogán Antal elengedik a kutyát. Nagyon ragaszkodik hozzá a kép alapján. Ja, mert ott látod a fotót, igen, hogy öcsém, hogy Bazet hangya volt, ahogy látom a szobrot. A futásot és alkalmatlan kutyafajta szegényke. Úgy mindig kívánod, hogy középre egy kis kereket beszerelj, nem? Igen, igen. Nem az a Bazet hangya? Mert csak nyúlik és hízik évről évre. És lábacskai meg mindig ilyen kurták. Szegényke. Igen. Mondjuk neked megvan a helyed, hogy te a Rákóczi téren kaphatnál szobrot, ugye? Igen. Te Rákóczi tér, te tudod, miről volt híres régen? Tudod? Régen volt, tehát azért már sok-sok évvel ezelőtt. Még én is gyermek voltam, de ugye a Rákóczi téren, hát régen. Úgy is képzelem el a szobrot egyébként, hogy hát csak a kapuajban állok, így egy kicsit kifordulva. Kicsit így be van egy kicsit ilyen napóleonosan a kabátja alá, be van dugva a kort kabátod alá, aha, be van dugva a kis kezed, és a lábadnál pedig hárman, négyen, mint egy ilyen, nem tudom, mint egy aranyszobornál, így a térdedre fonodva három prosti, hogy hívják, van lechalisnyába, kis ritikülen, miniszoknyába. És egy fél disznó lóg a vállamon. Egyébként. Ugye? Hát ugye, de egyébként, ha pedig igazán fűszer, egy halott medve van átterítve rajtad, az is jó egyébként. A medve. Ha igazán jót akarunk, akkor egy nem, egy halott stricint taposol. Taposok. Te szemét elveszed ezeknek a gyönyörű nőknek a keresetének a felét. Hogy ha igazán jót akarunk csinálni, akkor olyan lenne, hogy mész az utcán, itt van egy kapuaj, és én bent állnék egy kicsit így deréktól lefelé a kapuajban, és itt kifelé mutatnám, hogy és nem látszana segítünk. Megvagyunk. Csicsolina szobrát az alagúthoz lehet tenni, ugye? Ja, hát igen. Vagy a kincsen parkban. Vagy a kincs... Egyébként. Nagyon jó. Gyerekek, Csicsolina, akkor építsük Csicsolina szobrot 10x millióval, tegyük be a kincsen parkba. Hát azért ott Csicsolina ugye nagy állatban lát, azért ezt tudjuk róla, hogy annyira szereti az állatokat, hogy akár otthont is ad nekik a saját testében, úgyhogy ez nagyon-nagyon-nagyon szépen hozza. És az alagút fölé kellene rakni a szobrot. Csicsülő, ne ülne egy nagy terve, és alatta az alagút. Azt simán meg lehetne csinálni.
Figyeljetek, hát ez nem egy rossz ötlet az ötödik kerületet. Tehát tényleg, ha kicsit ráfűzünk erre és felgegeljük nekik ezt a dolgot, hát minimum az ötödik kerületet körbe rakhatják szobrokkal. Tehát mindenhol tudunk magyar vonatkozást találni. Valaki írja Charles Bronzot, ő nem magyar egyébként, nem magyar a származás, ő számít az. Hát nem ukrán, de nem csak, hát mert ő is érintve van, hisz bronzból vannak a szobrok. Érted, és akkor megnézhetnénk Charles Bronzon. Balázs, ne csüggedj, Nagykovácsiban van Sebestyén domb. Na. Igen? Nagykovácsiban van ilyen, hogy Sebestyén domb. Jól hangzik. Az egyébként jól hangzik, igen. 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 Gábor Zsazsa még él, és magyar temetést akar írni. Valaki, ez nagyon fontos információ, köszönjük szépen. Igen, szegény, ő még mindig él. Igen. Igen. Szegény, még mindig. Nem, hát amit arról az ember, nem, hát van, igen. Valaki azt nézve, hogy Lolo Ferrari szobrot a Gömb utcába. Hát ugye? Igen. Lolo Ferrari a Gömb utcába, igen. Nagyon jók jönnek egyébként. Bud Spencer ugye Budapest, igen. Jaj, de rossz. Igen. Na jól van, oké. Hogy csinálják, hogy ezeket a szobrokat ne lopják el? Lebetonozzák? Igen, belebetonozzák a Falkmisa utcába, majd ezt a kis Peter Falk szobrot valószínű, ugye, hogy beleépítik így valahogy. 14 millió forintba kerül, gyerekek. Komoly. Valószínűleg az lesz a sorsa, hogy félbe fűrészelik, vagy ilyesmi. De majd ezeket ellopják, akkor szeretről. Szeretik. Ugye elszokták. Szeretik. Én szeretik. Tudom, hogy ezért ezeket itt szeretik, kaptak érte, nem tudom mennyi. Ha jól van rögzítve, akkor fűrészelnek. Na jó van, köszönjük az SMS-eket. A hírek után menjünk majd tovább, és fölhívjuk Siklós Eriket. De nem azért, hogy adjon magyarázatot a téli olimpiai résztvevők ruháira, hanem hogy megtudjuk, hogy mi a helyzet Szocsiban. Ugye most már minden hírportál meg magazinműsor harsogja, hogy milyen állapotok várták kint az olimpikonokat. Tegnap ott láttam egy összeállítást, hát így az első pár nap azért az kemény, tehát se fűtés, se meleg víz, se hideg víz, a csapból nem folyik semmi. Ez egy olimpia, miért lenne fűtés? Az is igaz, hát szokjanak hozzá. Érted, aklimatizálódjon. Víz van, egyébként a csapból kifolyó víz, ez a legszebb sztori, csak hogy ha mész külföldre, akkor azt szokták mondani, hogy ne igyál a csapvízből, itt azt mondják, ne is mos vele arcot. Semmit el csinálj. Igen. Igen, szóval fölhívjuk őket, és megkérdezzük, mi a helyzet. Most javultak-e az állapotok, mi van kint Szocsiban. Ezzel folytatjuk. 7:58, jövünk a hírek után. 3:48 lesz pontosan 2 perc múlva, a hallgatói nem tudnak leállni, nagyon helyesek vagytok. Ugye arról beszélgetünk, hogy Kalambó szobor épül, vagy már készül, vagy már el is készült, nem sokára átadják, ugye? A Falk Miksa utcában, mert hogy Falk Miksa állítólagosan, ugye, hát Kalambó, vagy Peter felmenője, Falk felmenője. Hát, hogy most ez igaz, vagy nem, ez kérdés. Mindenesetre lesz egy gyönyörű szép Kalambó szobrunk, kutyástól, szivarostól, műszemestől. Tényleg, mi lesz a szemével? A város legjobb üvegese rakja majd be neki? Csak kérdezem, hogy föladnom az ötödik önet egy hirdetés, hogy keressük a város legjobb kezű üvegesét. Hát ez bronzszobor lesz, akkor nem tudom, az egyik, ez hát bronz lesz, másik meg cink. Hát, hogy így. Valahogy emeljék ki azért. Na, de hogy jönnek még azért jók, lehetne a Nyugatiban Charlie Sheen és Eva Peron, vagy Eva Peron szobra, ugye nagyon jó. Izaurát a felszabadulást térre. Jó, jogos. Igen, és a testvérek, kihagyjátok őket? Jókai Moore és Roger Moore. Roger Moore, imád, de Moore-nak írja. Gyuri, küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Na jól van, oké, nézzük meg, hogy mi a helyzet Szocsiban. Mert hogy ugye, hát rémhíreket hallani arról, hogy mi várta olimpikonjainkat kint. Szocsiban, ezen a festői helyen, ahol ugye mutattak még előtte-utána képeket, tulajdonképpen egy éve még csak egy hatalmas nagy ugar volt, mező, sóval behintve, most pedig egy kisebb város nőtt ott ki, brutális beruházással, iszonyatosan nagy kenőpénzekkel, hatalmas mutyikkal, Putyin egyik zsebéből tette a másikba, mindenesetre valami felépül, de hát nem az várta ott a sportolókat, amire számítottak. Itt van velünk Siklós Erik. Hello Erik, jó reggel! Hello, jó reggel, szervusztok! Hello Erik! Na, mióta vagytok kint? Egyből egyébként cápolnom kell téged, nem azért, hogy te mindenképp ellen mondjak, mert a sportolókat szerintem maximálisan az várta, mint amire számítottak, sőt, még annál egy kicsit jobb. De gondoltam, hogy te egyből terelni fogsz. A felfordulás van. Tehát nem igazak a fűtetlen szobák, nem igaz az, hogy sárga víz folyik a csapból. De igaz, csak erre számítottak a sportolók. Ja, úgy igaz. Hát akkor mi? Itt vagy. A sportolók a három faluba lettek elszállásolva. Van a tengerparti falu, amiben minden teljesen rendben volt az első pillanattól kezdve. Van két hegyi falu. A legnagyobb falu egyébként a klasszikus
egy falu, ott 2009 az ember tudnak elszállásolni, gyönyörű környezet. Az, aki látta egy évvel ezelőtt, azt mondta, hogy ez maga a csoda, mert akkor ott még semmi nem volt, tehát egy év alatt húzta föl, nem tudom én hány, 6-8 emeletes épületet az oroszok, és nagyjából a végére értek, ott sem voltak problémák. Az egyetlen probléma az ideérkezésünkkor, ami egy hete volt, ez múlt hét péntek hajnalban érkezett meg a csapatnak a 80%-a. A harmadik számú faluban, az Endurance-ben, ahol a biatlonosok és a sífutók vannak, ők szegények bekerültek egy olyan szobába, ahol elromlott a fűtés, és két napi fűtetlen szobában kellett aludniuk, de aztán Nagy Zsigmond csapatvezető segítségével költöztek, és átmentek egy olyan szállásra, ami már nem is olimpiai falu, hanem egy ilyen négy csillagos osztás szájaszállásnak felel meg, egy apartman három hálószobával, kis előszobával. És ott már tudtak tüzelni parkettával. Igen. Lehet, hogy áll Erik mellett két nagy orosz testőr, nem aki hiszen, hogy Kalasnyikova tartanak el. Nem csak azért, mert közben az ember teljesen mást hall, tehát, hogy külföldi sportolók is nyilatkoznak, külföldi szakvezetők is nyilatkoznak, és hát azért így elég sokan elégedetlenkedek. Azt mondják, hogy a kaja például nagyon jó, a 0-24 órás étteremben, az zseniális, de hogy sokan szenvednek azért ezzel a fűtés, meleg víz, hideg szállás, hideg szoba problémával, többek között például, de hát akkor ez lehet, hogy nem igaz. Hát a mi szállásjainkön, tehát ahol a tengerparti szállás van, és nem azért, mert a tengerparton vagyunk, ott kőkeményen megy a fűtés, és még le is csavarom nullára, mert annyira meleg van. De kitettetek ti is egy videót a mobilnak az oldalára, nem? Azt kitettétek ki? Amikor voltak az első pillanatok, amikor megérkeztetek, nyitod a csapot, nem folyik belőle, sárga víz folyik, hideg van. Tehát hol van egy ilyen videó a mobnak az oldalán? Azt megnéztem, az elég érdekes. Nem. Az Endurance, tehát az pont megint a síkupok szállásán van. Aha. Azon a szálláshelyen, amiről az előbb beszéltem, hogy egy nagyon szép apartman szállás, ahol berendeztek már az oroszok egy konyhát, hiszen utána ezt értékesíteni fogják. A mi szállásainkon is látszik, hogy majd lesz ott egyszer egy konyha, de tekintettel arra, hogy van egy 24 órás kajaszolgálat, ahol tényleg lazac, rák, csirke, pulyka, marha, disznó, japán konyha, kínai konyha, orosz konyha, minden van, olasz konyha, ezért a konyháknak semmi funkciójuk nincs a szálláshelyen. Aha. A mi szállásainkon még semmit nem raktak be a konyhába, csak látom a padlóból kiálló képet. Jó, de akkor kitette ki azt a videót a moboldalára? Erik, kitette ki azt a videót a moboldalára? Tehát kim van a mob oldalán egy olyan videó, ami bemutatja az állapotokat, hogy milyen állapotok vannak, szóval az kitette ki azt a videót, ha nem ti? Csak kérdezem, mert ott van az oldalatokon egy videó, ami megnézhető a YouTube-on is. De az arról a videóról beszélünk, ahol a magyar sportolók körbevezetnek a szállásaikon, és mutatják, hogy itt van a konyha, és nem jön a csapból víz. Igen, akkor ez van abban a faluban, amit mondasz, ez van kint, igen, a mobnak az oldalán, és már YouTube-on is lehet, igen, én készítettem a videót, és a kollégáim tették ki. Tehát ezzel semmi gond nincsen, tehát ott nincs olyan sárga víz jön. Ott két problémát említenek meg a sportolók. Az egyik, hogy a konyhában lévő csapból nem jön víz, aminek semmi jelentősége nincs, mert az nem konyha, jelen pillanatban nem egy nappali. Tehát nem tudja jön a csapból víz a konyhában. Uh-huh. És a másik probléma, ami egy kicsit valóban probléma, de letűzhető, hogy a fürdőszobában a zuhanyfülke előtt nincsen függöny, és ezért, amikor bemegy Szabó Milán fürdeni, akkor elállít az egész fürdőszoba. Igen, ezt a videót láttuk, igen, hogy megengedi a csapot, nem jön belőle, kinyitja, nincs benne pohár, igen, hát az ember ezt látva. A magyar csapatnak ezek szerint arany élete van, és nagyon jó minden, ezt így értjük. De csak hogy a Milán akkor nem tud normálisan zuhanyni. Igen, csak ennyi. De hogy ott van például a szlovát hoki csapat hátvédje, 206 centis csávó, 117 kiló, aki kért, hogy legyen már egy picit nagyobb ágy. Azt nem tudom, azt a képet látta, de hogy a normál ágyhoz egy hokedlit odatoltak ezek a drága emberek, és akkor ez így le van terít, hogy ez a spec ágy, és még számtalan ilyet tudunk sorolni, tehát akkor értem a pozíciótból fakadó Magyarországot védő nyilatkozatot. Mi van a többiekkel, akik ilyen nyomorú helyzetben vannak, nyomorúságosban? Persze, marha jól hangzik mind, amit mondtok, csak ez kb. Olyan, mint amikor mindannyiatoknak vannak gyerekei, vagy legalább egy gyereke, és akkor mint a gyerek hazahoz egy 4,5-ös bizonyítványt, és ahelyett, hogy örülnél, hogy 4,5, elkezded azért verni a fejét, mert 3-as lett matekból. Tehát az oroszoknak is volt, nem tudom én, 10 leckéjük, a 10 leckéből 8-at megoldottak majdnem jelesre, abból 6-ot dicséretes 5-ösre, és van 2-3 olyan, ahol mondjuk egy ember pótisdára szorulnak, ez az úgynevezett médiafalu a hegyen, ahol a 9 épületből csak 6 készült el, és 3-mal nem tudtak a végére jutni. A legkellemetlen, de mert pont az újságírók, akik az egészről tudósítanak, beszámolnak, és ez generálta
ezeket a problémákat. És még egy fontos, tehát én nem azért mondom, amit mondok, mert hogy én most a MOG-nak akárkije vagyok, ezt tapasztalom. Tehát ha azt tapasztalnám, amiket olvasok a neten és elszomorít, akkor azt mondanám és ráerősítenék és megmondanám. De akik itt vannak magyar média képviselők, szerintem ők maximálisan alátámasztják azt, amit én mondok. Tehát, hogy mi nem tapasztaljuk mindazt. Egy rendkívül nyugodt, barátságos, tehát itt a terrorvesztéséről is folyamatosan lehet hallani, a terrorfenyegetettségről. Láttam én is az, olyan fotókat az interneten, hogy fölfedeztek egy ilyen, nem tudom, ilyen bázist, meg valaki, hogy jó, lézer nyomokat találtak, okay, ahogy a megfelelővétek is belézerezték az embereket. Okay. Erik, mesélj egy kicsit arról például, hogy állítólag lelövik a kutyákat, megmérgezik őket, hogy ilyeneket hallani, hogy ott ne fussanak be sípályára, milyen állapotok vannak, tehát a minden jó, minden szép, persze, de hát ebben éltünk 50 évig, hogy de nem az, ez a Balázs hitben nekem. Abszolút értem, de csak közben Balázs, az ember más lát az interneten. Imádok én is kritikus lenni, vagy bennem is megvan az a újságírói attitűd, hogy az ember legyen kritikus és járjon nyitott szemmel, de például a kutyákra, amikor egy hete péntek hajnalban kiléptünk a repülőtér ajtaján, egyből egy kóbor kutya fogadott, amelyik ott feküdt a járdán. Oda mentek minden magyar sportoló, és elkezdte simogatni, mert több aranyos kis kóbor kutya volt, és fotózkodtak vele, annyira drága volt, és ilyenekbe lépten nyomom bele akadunk, tehát tény is való, hogy több a kóbor kutya errefelé, mint mondjuk Budapesten vagy Magyarországon, olyat még nem láttam, hogy épp tetreng egy kóbor kutya, mert beleharapott egy ilyen biomérges csontba. Mi nem is voltak a biomérgek. Sajnálom, hogy én ilyen pozitív meg jó tudok mondani, de ez van. Nincs baj, abszolút hihetetlen izgalmas és érdekes, amit mondasz. A problémák azért vannak, hogy megoldják őket. Tehát, hogyha vannak olyan problémák, amikről ugye beszéltünk, meg te is mondtad, hogy mondjuk 10 esetből mondjuk 8-ban minden rendben van, 2 meg nem, hogy ezeket a problémákat a szervezők megoldják, akkor nyilván nincs vele probléma. Mert azért legyünk őszinték, tehát azt a két sportolót, aki mondjuk adott esetben 4 éven keresztül készül arra, hogy élete nagy versenyén a maximumot hozza ki magából, nem fogja vigasztalni, hogy 8 szobában egyébként van meleg víz, meg van fűtés, meg stb., hiszen nála nincsen. De ha megoldják ezt a problémát a szervezők, akkor nincs gond. Pontosan így van, tehát az sem jó, tehát szerintés ne essék, tehát az lenne az ideális, hogyha minden tökéletes lenne. Csak mondjuk azért az oroszok tényleg, és hát vállalták, és beletoltak itt annyi pénzt, és itt emberek, normális, rendes, jó emberek dolgoztak keményen éveken át, hogy a semmiből ezt az egészet fölhúzzák, és például tegnap este körbesétáltam az Olimpiai Parkban, ami lenyűgöző. Tehát képzelj el, 6 önmagában egyenként is csodálatos sportlétesítmény, amelyből nekünk bármelyikért boldogok lennénk, ha lenne ilyen Budapesten, vagy Debrecenben, vagy Sopronban, és van 6 darab ilyen, ami körülölel egy hatalmas teret, ahol a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak a fő támogatói állítanak ki, meg körülbelül olyan színvonalon, meg olyan kreativitással, mint ahogy a Super Bowl-ra készülnek a reklámok, tehát hogy na most akkor ki tud minél kreatívabban megjelenni a szponzorok közül, tehát ki tud olyan házat építeni, van Svájcnak, Amerikának, Kanadának saját háza ezen a területen, tehát az ott egy paradicsomi lét. Hogyha valaki ott mozog, ott kering, akkor nem gondolja, hogy ő most Oroszországban van, tehát akkor lehetne a világ bármely pontján. Aztán el lehet jutni olyan részre, mint ami 3 nap alatt előtt a sofőr eltévedt velem, egy pillanat alatt olyan részen voltam 3-2 kilométerre az olimpiai falutól, innen a tengerparttól, hogy ez egy egész más világ volt. Tehát mentünk az úton, és egyszer csak elfogyott az út, olyan házak voltak, amin látszott, hogy az egy nyomornegyed. Tehát van itt egy másik világ, arra is lehet beszélni, de amit itt összehoztak olimpiai címszólalt az oroszok, azt hiszem, hogy az lehet nyugodtan lehet, hogy le a kalappal, a hibákkal egyetemben. Tehát lehet őket azért tisztelni. Oké, Erik, hát köszönjük szépen. Akkor neked. A csapatnak sok sikert kívánok természetesen. Így van. A szerepléshez figyelemmel kísérjük őket, és nagyon-nagyon drukkolunk. Köszönjük szépen. Ciao, Erik. Hello. Hello. Szia. Nekek itt kérdezi Gábor, nem lehet, hogy a Putyin beígérte a sajtószóvivi állást Pakson? Ez majd 10 év múlva kiderül. A Paksi sajtószóvivő. Siklós. Erik vagyok. Hát gyerekek, most nem azért mondom, de tegnap lement a Fókuszban egy videó. Olyan állapotokat mutattak, ami nem ezt a beszélgetést tükrözi. Egyébként ez a MOB-nak az oldalán is fönn volt. Most lehet, hogy Eriket leszúrták, hogy ne tegyenek föl ilyen videót, mert minden jó, minden szép, és most az oroszokkal ugye feltűnően jóba vagyunk, mert hogy jóba vagyunk, ugye. De hogy hát azért most az ember hát vagy a saját személynek is, de nem ezek az állapotok vannak. Tehát elolvasom, hogy konkrétan a kutyákat válogatás nélkül lelövöldözik az utcán, csapdát állítanak nekik. Tehát olyan állapotok vannak, amihez az ember azért így nem szokott hozzá egy olimpián közben.
Nem láttak semmit. De ez egy idegen nép, itt teljesen mások a szokások. Igen, hogy ágyokat kell összetolni, hogy koedukált szobák vannak, hogy olyan jelzőrendszer, piktogram rendszer van a WC-n, hogy ne állj föl rá, ne horgásszál belőle, ne így áll a WC-ből. Az jó, hát ott jönnek olyan népek, nemzetek, érted, akik a nagy dicső Szovjetunió elméjét nem tudták, vagy eszméjét nem tudták még magukévá tenni, úgy pisilnek, hogy rááll, ahogy hívják rá a keretre a WC-n. Nem lehet. Azt írják is ki. És a Fókusz pedig bulvárműsor, ezt a csodálatos olimpiát, érted, és mi is szemetek vagyunk a kérdéseinkkel, mert minden rendben van. Na. Lehet, nyilván nem, csak azt vártam, hogy nevetünk egy kicsit a hiányosságokon. Egyébként az ágy, az már Pekingben se tudták ezt az ágykérdést megoldani. Nem, emlékeztek, hát, hogy ott is volt ez a kicsi ágy, ilyen ágy, és ilyen 160-as ágyakat csináltak, és a kosarasok, meg mit tudom én, a nagyobb termetű játékosok nem értették, hogy hogy lehet egy 160-as ágyban aludni. Tehát, hogy ez nem egy orosz probléma, hogy most elszabták az ágyat. Hát elszabták ezt már Pekingben is. Szerencsére a kínai kosarlabda csapat az otthonról járt be. Hát, hogy neki ott a saját ágyukban aludtak, nekik ez nem volt probléma. Egyébként, hogyha a szegény Pulai Imre kijutott volna, sajnos nem jutott ki, akkor neki nem lett volna szokatlan ez az állapot, hiszen a Schumacher nélkül című könyvben megírta, hogy sokáig aludt például két összetolt pingpong asztalon a vízi sporttelepen, mert neki sem volt ágya. Tehát neki például ez szinte otthonos lett volna. Igen. Na jó. Oké, nincs ezzel baj, drukkolunk a magyaroknak természetesen. Egyértelmű. Nagyon nagy dolog, hogy be tudnak vonulni a nemzeti lobogónk alatt. Ott vannak az olimpián, a téli olimpián, ha még nincs is éremesélyes, de azért ez egy nagy dolog. Ugye az magyar ember kicsi azt mondja, hogy az érem, nem érem, most ha nincs érem, akkor blá. Pontszerzőnk biztos, hogy lesz. Pontszerző biztos, hogy lesz, egyéni csúcsok megdőlhetnek, rengeteg olyan sportoló lehet, aki a legjobbját tudja nyújtani, itt és eddig 36. volt, de most 22. és az élete legnagyobb eredménye, tehát azért egy ilyet így is kell nézni. Nagy dolog, az a lényeg, hogy most érem legyen. Vagyunk, csak palackozott fizetet írjatok. Igen, na jó van, Óven bácsira és Beru nénére nyitunk rá már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint tudolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafan csalogányai. Halló, jó reggel. Jó reggel. Jó reggel. Ági, hello Ági. Ja. Hello Ági, honnan hívsz minket? Pillanatnak Budapesten vagyunk. De egyébként Szadai vagyok. Ó, igen. Miért? Így van. Megnyílt már a híres Szada Mazó kluba, hogy ezt Jani a múltkor TV rovat alatt mondta. Hogy Tibi... Hétvégén elsétálunk arra a kutyával, és megnézzük. És hogy többen vagytok? Egy autóban, vagy otthon még, vagy munkahelyen? Autó mellett állok, igen, a férjem és a kislányom, aki alapvetően szeretett volna veletek játszani, Stefike. Ja, csak kivetted a keziből a telefont, és mondod, hogy majd én játszik. Gyerek ott csirdogál a kocsiba, hogy nem tud ő játszani. Mi van? Semmi baj. De itt is súlya majd a megoldás, remélhetőleg. Na, hova tartotok éppen? Óvodába. Nagyobbikat leraktuk iskolában, és van kicsit visszük a vodába. Uh-huh. Óviba viszitek. Na jó van. Figyelj, nincsen Szaddám véletlen egy olyan tér vagy közterület, aminek még nincsen neve, ahol mondjuk egy szobor is esetleg elférne, mert van ott ugye egy híres lakos. Viszont nem kiúzunk. De igyekszünk eljárni a polgármesternél, hogy méltó helyet kapjon Kacsa úrnak a szobra. Na jól van. Mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni. Figyeljetek akkor az egész család. Igyekszünk. Úrnak? Az olimpiai fajunk. Olimpiai fajunk. Még egy kis ilyen építkezés van. Mutatjuk akkor, hogy mit érek el, figyelj. Semmi, pedig nem nehéz. Meg lesz ez, biztonsági, figyelj. Mutassuk még egyszer? Igen. Oké. Jó, egyébként valóban van benne egy hasonló is. Mutatunk egy kicsit hosszabb részletet, Ági, mit szólsz, hát ha beugrik. Jó, figyeljem. Na 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 na
Jó, hát ez szegényke, azért ez neki picit talán nehéz volt, ezt inkább a szülőknek kell tudni. Ági, egyet kivettünk a sapkád, de a többi benne maradt, jó? Rendben, köszönjük szépen. Küldjük nektek, ciao. Köszi, hello. Szia. Hello, hello. Na, 8 óra van pontosan, jönnek a hírek, aztán itt vagyunk is. 8 óra múlt pontosan 15 perc. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Tata környe Majk, Csákvár, Lovasberény útvonalon, végig sűrű köd, vizes útburkolat vár mindenkire. Lefagyott részeket nem tapasztaltam. Zoli küldte nekünk, és még hozzáérte azt is, hogy mindenki menjen óvatosan, aki arrafelé jár. Aztán 4-es út Cegléd óriási köd, csúszós az út nagyon. Árpád fejedelem útján trafiznak, a nyomorultak a Margit híd felé, írja egy hallgató. Valószínűleg engem is lefotóztak, hogy hullanak ki hajuk, szegények. Hát ez a dolguk. Váci út kifelé, Robert Károly felé a felüljáró mellett összetört mentőautóval. Mindenki vigyázzon. Kisújszállás, Kenderes, 4-es számú főúton hatalmas köd, kevés látótávolsággal, üzente GP. Pestimre Kisfaludi utcában német juhász kóborol gyönyörű, a buszt kergeti, valaki próbálja meg befogni. És a hatos út Adonytól kötkötcitálás amúgy hatóságilag rendben. Serrano üzente ezt nekünk még egészen korán. Köszönjük szépen! És az M1-esen Győrtől Budapest felé elég durva oldalszél van, de folyamatosan, hol folyamatosan, hol csak időnként, megdobja az autót, vagy csak kicsi a kocsim. Üzeni Geri, minden esetre mindenki ott is vigyázom. Ezek a legfrissebbek. Mit találtál? Mit akartál mondani? Jaj, hogy hiányzol, Michael. Igen? Hát, figyelj, annyira bírtam egyébként a csávot. Most nyilván én is az időm nagy részében inkább death metalt hallgatok, de bármikor hallok egy jó Michael Jackson-t, én azt mondom, igen, ő volt a pop királya. Ilyen dalok kellenének most is. Ez egy jó kis thriller. De szeretem. Főleg a klipjét. Na, ugye, tudtam, hogy ki jut. Hát, a kettő együtt, na. Azon, akkor kimásznak a földből, ugye? Igen, és akkor jönnek, és orrott, van egy nagy táncjelent a végén. Nem mennek a mozgóban kis csajja, a farkas emberes filmre, a kis csajja megrémül, kijönnek, és aztán egy klasszik történet. Hú, de jó. Nagyon jó. Hát állítok, még kerülnek elő majd Michael Jackson dalokon, ja. Olvasni folyamatosan. Na, hát ezek már az újabb. Innen-onnan még azért így jönnek dalocskák. Ezzel dolgozott, azzal dolgozott, egyik fiók, másik fiók. Ezt én sose értettem, hogy lapul 10 évig valahol egy ilyen 20 évig egy Beatles dal, Elvis dal, aztán egyszer csak így 30 év után ezek így előkerülnek. Hát igen, ez ilyen fura. Fura, de hogy jönnek még, vannak még állítólag titkos felvételek. Tupeknek például több albuma jelent meg a halála után, mint a halála előtt. Akkoriban az még nagy divat volt, hogy nem úgy csinálták a felvételeket, mint most, hogy megírod a zenéket, már otthon egyébként számítógépen meg is csinálod, és csak bemész a stúdióba, felénekeled, hanem azt csinálták ezek az emberek, hogy 3 hónapra kibéreltek egy stúdiót, és beköltöztek, és ott születtek maguk a dalok. Uh-huh. És akkor született mondjuk 50 dal a 3 hónap alatt, amiből 12-ből lett egy lemez. De a többi az ilyen fél nyersben az ott maradt, és akkor nyilván a hangmérnök ezt nem törölte le, megmaradt szalagon, esetleg a régi időkből, és akkor ezeket elő tudják még venni. Tehát így lehetséges szerintem. De vagy előkerülnek. Ahogy előkerülnek. És a rajongók meg ezeknek a közepes nótáknak, vagy akkor közepesnek gondolt nótáknak is marhára örülnek. Tehát így tök jó, amikor így előkerülnek ilyen dolgok. Na, van most egy nagy balhé Amerikában. A Bill Clinton körül. Ez hihetetlen a sztori egyébként, mert újabb és újabb csajozós dolgok terülnek ki róla. Ez ugye leginkább Hillary-nek losz, mert hogy állítólag ugye szeretne indulni majd a 2016-os elnökválasztáson, és nyilván elvárja, hogy párja ott legyen mellette. Kellemetlen sztori a számára, ami most kiderült. Állítólagosan Bill Clinton és Elizabeth Hurley egy évig szeretők voltak, amit aztán nyilván most már ugye megpróbálnak cáfolni, de elég egyértelmű bizonyítékok vannak az ügyben, hogy Bill Clinton repülőt küldött volna az angol színésznőért, akit gyorsan elhozatott egy magángépen a Fehérházba. Az ízlésével semmi gond nincsen, valljuk őszintén. Hogy Elizabeth Hurley. Hát, igen. Igen, ő Jukrendtel volt együtt. Igen. Rá is keresek. Hát egy ilyen magas... Yeah. Hosszú barna, hosszú fekete, jó, igen, csinos nő egyébként. Állítólagosan a viszony azért maradt abban, mert az elnök attól félt, hogy a végén szerelmes lesz az angol színésznőbe, már pedig ugye hát egy ilyesmit egy vezető politikus nem nagyon engedhet magának. És ugye a sztori állítólag úgy kezdődött még 1998-ban, hogy Clinton megnézte a Fehérházban a Ryan közlegény megmentését, és ott volt a film egyik szereplője. És Igen. Ő volt Ryan, tudod? De nem Elizabeth Hurley volt.
ott volt az egyik szereplő, mert tudta, hogy ő pedig ugye Liz Hurley barátnője volt, és elkérte a színésznő telefonszámát. És mondta ez az ismerős, hogy figyelj, hát nem adhatom meg, hogy először Liz-t kéne erről megkérdezni, aha, de mondta, hogy az elnök ráripakodott, hogy erre neki nincs ideje. Hát tudod, ki vagyok én, az Egyesült Államok elnöke. Tehát neki erre abszolút nincs ideje. Hát a világ békével kell foglalkoznom. Hurley felvette a telefont, Clinton pedig hasonló határozottsággal nagyjából annyit mondott, hogy pakoljon, mert indul érte a különgép. Aha. Hát szóval nekik még nincs, nagyon határozott a pali egyébként. És megérkezett a színésznő, ugye a Fehérházban, az elnök először körbe vezette, majd felvitte a magánlakosztályába. És a legmegdöbbentőbb történet, vagy a legmegdöbbentőbb pillanat ennek az egész ügynek az, hogy eközben egyébként első közös éjszakájuk alatt a First Lady Hillary Clinton a szomszéd szobában aludt. Nagyon jó. Hogy azért nőt ennél kevésbé, vagy ennél jobban nem lehet megalázni, szegény. Ugye? Az elnöki pár akkor már egy ideje, ugye különböző testőrök meg stb. Nyilatkoznak, aztán már nem töltötték egy ágyban ugye az éjszakát, külön költöztek, és állítólag ez egy lehallgatott beszélgetésben hallható, ahol ugye az a szereplő ugye azzal dicsekszik, hogy ő hozta össze Liz Hurley-t és Bill Clinton-t, és ő hozta össze ezt az éjszakát. És ő tanácsolta Hillary-nek, hogy használjon az apista füldugót. És altatót. Igen, most van ez a Tom Sizemore nevezetű színész, aki azóta már egyébként visszavonta gyorsan az állításait, és azt mondja, hogy ő ilyet nem mondott, bár erről vannak ugye szalagok is, ahol ezeket rögzítették. Csak azt nem tudom, ez hogy néz ki? Tehát a Fehérházban ugye megérkezik mondjuk Liz Hurley. Ott van egy kabinetfőnök, ott van a biztonságért felelős főnök, ugye hát te körbe vezeted Liz Hurley-t. Hogy? Hát és utána... Vigyázz, Hillary! vagy te az Amerikai Egyesült Államok elnökeként egyébként megbízol valakit, hogy tereljék el Hillary Clinton figyelmét, körbeviszed a Fehérházba, hát azért az előbb-utóbb vissza kell, hogy jusson. Ez nem igaz. És elviszed a magánlakosztályodba. Vagy egyébként a Hillary tudott erről, csak ugye akkor nem akart belőle ügyet csinálni, hogy ugye hát a Monica Lewinsky ügye kapcsán is, ugye ő kiállt a Bill Clinton mellett. Tehát nagyon fantasztikus, amit ő végigcsinált egyébként nőként. Hogy odaállt a Bill Clinton mögé, és azt mondta, hogy ő mint feleség, megbocsát. Aztán nyilván a színfalak mögött azért ebből elég nagy balhé lett. És amikor Elizabeth-et vezette körbe, akkor az ovális szobában is megálltak, hogy kicsit így elrévedező tekintettel Bill mondta, hogy hát ez az. Igen. Én vagyok a világ ura. Tényleg. Figyelj, tehát, hogy bevisz valakit a Fehérházba, ott ezért tanú kell, hogy legyen. Tényleg. Testőrökön át, a biztonsági főnökön keresztül, a nem tudom, a parkoló őrön át, nem tudom ki, összefut ezzel, azzal, amazzal. De figyeljetek, hogy... abban önmagában semmi nincs. Tehát ezt valószínűleg sok emberrel megtette a Bill Clinton, férfiakkal, nőkkel, és körbevezeti a Fehérházba. Ott jön az érdekessége, amikor ott is marasztalta. Uh-huh. Igen, mert ugye azt mondta, hogy maradjon ott, és állítólag a Liz Hurley ki sem mozdult a szobájából, na, ugye az elnöki lakosztályból. Aha. És amikor Hillary bement, akkor elbújt? Vagy van egy olyan külön lakosztály a Fehérházban, ahol Hillary nem mehetett el. Tehát azért egy Fehérházba bújtatni egy szeretőt, azért az, mert nyilván meg tudod oldani. Hát te vagy az Amerikai Egyesült Államok elnöke, tehát azért meg tudod ezt csinálni. A Clinton nem reagált a vádakra, aha, ez érdekes, tehát egyelőre ő nem mond semmit. Liz mert Hurley... ízelgő ránézni. Há, persze, kihúzod magad egy kicsit, nem? Igen, Liz Hurley reagált a Twitteren, hogy ez természetesen hazugság, és... ebből semmi nem igaz, és hogy innentől kezdve az ügyvédek kezében van az ügy, de nem tagadta, hogy ott volt a Fehérházban. Aha. Tehát azt nem tagadta, hogy járt a Fehérházban Bill Clinton meghívására, csak az, hogy köztük nem volt semmi. Ezért ez is érdekes, tehát akkor ő ott volt a Fehérházban. Vagyis összehozták őket, vagyis az a szemtanú, az a színész nem mond rosszat. Ja. Igen. Ugye? Tehát ő nem hazudik. Hát meg az Air Force van gépkönyvében csak benne van egy doktori üresbe. Hát... De mondjuk én most elkezdtem így keresgélni a neten, hogy talán egyetlen olyan képet legalább, ahol mit tudom én, ahol nem az ovális szobában, hanem a Fehérháznak a gyepén látható Liz Hurley, de még ilyet se találtam. De ilyenkor titoktartási tiratszal, a szakáccsal, a testőrökkel, ugye a kabinetfőnököddel. Hát azt szerintem nem ilyenkor iratott, hanem amikor ő munkába lép. Tehát onnantól hogy kezdve... neked az életed kész vége. Vége, tehát te semmit nem mondhatsz. És Hillary Clinton, mondjuk tételezzük fel, hogy ez a dolog igaz. Tehát Hillary Clinton aludt az egyik szobában. És Bill Clinton Liz Hurley-vel a másik szobában. Tehát azért ez kemény. Tehát vannak az aljasságnak is fokozatai, de miközben a feleséget, ha még nem is alszotok már együtt, alszik az egyik szobában, és te csalod a másik szobában, nem? Hát azért ez minden, csak nem nőbarát.
Igen. Hogy ilyen finoman fogalmazzak. Hát ha csak nem volt egy megállapodás, ha igazak a hírek. Igen, hogy ők már akkor nem nagyon működtek együtt, és ebben a pozícióban nem válhatsz. De ekkora kockázatot vállalna az Egyesült Államok elnök egy jó nő kedvéért? Hát Mónika Lewinsky. Hát jó, azért éreztem, hogy jó nő kedvéért. Hát, a Mónikát nem biztos, hogy érted, de... Hát tudjátok, hogy neki teljesen tönkrement az élete. Kinek? A Mónika Lewinskynak. Semmi nincs belőle. Hát de az semmi. Tehát ő elment talkshowba, megírta a könnyet, meghízott, lefogyott, depressziós lett, sehova nem kell, ugye? Tehát egy ilyen számkivetett lett így az amerikai nép szemében, nem kap nagyon állást, nincs nagyon munkája, valaki patronálja, de hogy ilyen nagyon szomorú történet az hát övé. Ő azért könyvet írt, meg ilyen celeb lett belőle, azért abból ő kaszált nem kevés összeget, a másik hát meg bele is nyomorodott, szóval, hogy nincs munkája, nyilván azt feléled, elköltöd, vesz ebből ezt, azt, tehát ő teljesen bele nyomorodott. Hát ő ezzel kezdett el népszerűsködni, gyakorlatilag az hogy bukott ki, ott kiderült, a Mónika vallott, vagy az kiderült valahogy? Ott a Mónika robbantott, igen. És látod, milyen érdekes, a megítélés, hogyha a nő, tehát a két szereplős, ugye a Bill viszonylag jó kijött belőle, ugye? Tehát ő úgy, hogy eskü alatt hazudott. Mert azt mondta, hogy nem volt szexuális viszony a Mónika Lewinsky, és azért azt megúszta, hogy ő ugye eskü alatt ugye hazudott. Na, hát, és akkor most de mit gondol az amerikai nép Mónika Lewinskyről, hogy egy ribanc, ugye? És tönkrement az élete. Hát igen. Hogy milyen a megítélés, érdekes. Hogy a Clinton megúszta, azt mondod? Hát egy kicsit ő megúszta, nyilván hazudott, de hogy a Mónika meg, aki kiteregette a szennyest, és elmondta őszintén, ő lett a ribanc ebben a sztoriban, és ma már semmi nincs. De nem lehet, hogy Liz Hurley-t valahogy álcázták? Tehát leszették a repülőgépről, a kocsiban átöltöztették, és behozták, mint egy felszolgáló, vagy behozták, mint egy takarítónő, tudod? Tehát, hogy már úgy léphet a Fehérházba. Clint Eastwoodnak álcázták. Nem, mint valami, tehát egy mexikói takarító lánynak, érted? Tehát becsempészték a Fehérházba. Tehát nem egy nagy körbevezetés volt, hanem Liz Hurley az elnöki limuzinba kapott valami ruhát, és kvázi behozták ugye a Fehérházba. Hát úgyhogy ott már ő nem Liz Hurley volt. Vagy betölták egy ilyen szervizkocsin. hogy elnök úr, itt vannak a melegtálak. Melegtálak, én nem rendeltem melegtálakat. A melegtálak, értse már, itt vannak a melegtálak lent. Igen, az ugye azért érdekes lehet. Jaj, nem tudom, amikor ezt így megtudod, hogy a párod a lehető legaljasabb módon csalt meg, az szerintem szörnyű lehet, nem? Nyilván minden megcsalás fáj az embernek. Hogy nem? Esetleg basztalítok? Hál' Isten, ez még így velem nem nagyon történt meg, de amikor a tényleg azt szembesülsz, hogy a párod megcsal. Önmagában már az is nyilván egy nagy dráma, nőnek, férfinak, aki igazán érez a párja iránt, az nyilván ebbe kicsit belerokkan érzelmileg. De amikor ezt úgy tudod meg, hogy a megcsaláshoz sem volt elég diszkrét, vagy úri ember, vagy úri hölgy, vagy úri nő, hanem úgy követte el, hogy a lehető legaljasabb módon, mondok egy példát, mint ahogy Clinton, hogy ugye a feleséged aludt, és te mondjuk a másik szobában, vagy a másik lakásban, vagy hazavittél valakit magaddal, miközben tudtad. Hát, vagy abban az ágyban történt meg a dolog, ahol te egyébként a saját lakásodban, igen, a feleségeddel, az élettársaddal alszol. Ugye? Hogy azért ezek, tehát a megcsalások is vannak fokozatai, igen, de ez a legnagyobb aljas. Ez aljas, ha nem úgy volt, hogy Feri mondta, hogy tényleg már ilyen társas magányban éltek egymás mellett. Megszületett a megállapodás, hogy nem csináljuk a válást a pozíció miatt. Akkor nyilván más, akkor igen, nyilván más a dolog, persze. És akkor van még egy felütés annak a szitúnak, amit te vázoltál, ha még ki is kéri magának. Tehát, hogy az, aki megcsalta a házastársát, és adott esetben van egy ilyen infraganti, egy ilyen rajtakapás, és akkor még ki is kéri magának. Igen. Hogy nem? Igen, hogy micsoda dolog hogy, az. Hogy beszélsz? Meg, mit akartál mondani? Nekem van ismerősöm, akik elmentek nyaralni. Már több házas pár, és ott apu elaludt, és anyu meg közben átstisszant. Az a durva, hogy anyu? Egyre, anyu, igen, volt anyu, egyre anyu nagyobb volt tendencia, hogy a nők hagyják ott, egy nők lépnek ki a kapcsolatból, a nők lépnek félre, tehát ez megfordulni látszik. Egyébként ez egy érdekes dolog, hogy ma már megkérdező házasságok hány százalékából lép ki nő, míg régen hány százalékából lépett ki férfi. Tehát valahogy úgy érzem, hogy a nők kezdtek el kezdeményezőbbek lenni és kilépni bizonyos kapcsolatokból. Ugye van egy ilyen fordulás ebben. De mi volt, hogy horvátországi nyaralás, apu elaludt, valami megittak egy nem tudom mit este, nyilván apu kicsit elfáradt, lefeküdt aludni, és a csapat meg kint maradt még, és ott volt egy hár, nem tudom, hogy a másik oldalon házas pár volt-e, lehet, tételezzük fel, hogy igen, vagy egy férfi,
nem tudom. Ha csak sima férfi, akkor egyszerűbb a dolog, de ha ő is anyuval volt, akkor már nehezebb. És anyu közben a kis apartmanház a szemkonyhájában megesett az esemény, miközben apu bent. Apu ráadásul a gyerekekkel, vagy apu csak bent a bent tanult? Nem volt szerencsére. És anyu boldog volt, vagy boldoggá tett. Anyu boldog volt, igen. Anyu boldog volt, és boldoggá tett más. Atya Isten, apu megtudta ezt később? Később meg, persze, kiderült a dolog. Minden megcsalás nyilván megalázó, nem? Tehát, hogy mindig azt érzed, hogy megbántottak, megaláztak, de amikor tényleg alvás közben melletted, ugyanabban a házban, most úgy értem, hogy mit tudom, egy másik szobában, vagy közeli barátoddal, vagy barátnőddel, szóval azért vannak ott is fokozatok. Na, az mindenek az alja egyébként. Hogy? Hát te, amikor a barátoddal például, tehát, hogy még nem is egy olyan, tehát nem valami ismerősével, hanem a férnek a barátjával csalja meg a feleség. Na, az a hát az. Egymásba szerettek, hát most. Ja, hallani hát ilyet, van ilyen sztori. Van ilyen sztori. Azért az nagyon kemény tud ám lenni. Igen, egyszerre két embert vesztesz el, szóval azért az kemény. Jó, nézzük meg, hogy itthon mi a helyzet, jó? Nyilván megcsaláson már a legtöbb hallgatónk ment át, sajnos, ugye hát nyilván elkerülhetetlen. A felnőtté váráshoz azért kell egy-két ilyen, hogy az ember ezen is átessen. De hogy keressünk olyan hallgatókat, akik megírják nekünk, hogy szerintük az övé volt a legdurvább. Tehát a pasiuk vagy a barátnőjük valami olyat csinált, ami a megcsalás mellett még szintén megbocsáthatatlan, hiszen valahogy olyan környezetben történt a dolog, amiről itt beszéltünk. Tehát igazán szemtelen, igazán aljas, igazán durva megcsalásokat várnánk, történeteket, jó? Nyilván olyan is telefonálhat, aki ezt megtette, de mi áldozat irányból szeretnénk a dolgot közelíteni, tehát most valaki betelefonál, hogy a felesége fönt aludt, ő lent pedig boldogát, tehát három nőt, ezzel büszkélkedni meghallgatjuk, de minket inkább az áldozat része érdekel, hogy tudtad meg, mi történt, és hol történt a dolog, nem? Egy munkahelyen például egy céges bulin, amíg te bent voltál, mert a férjeddel azt hitted, hogy nem, addig közben a férjed már a kolléganődet passzírozta. A férfi mosdóban. Hát ilyen is van. Ugye közös munkahelyen ilyeneket is hallani. Jó? Írjanak ilyen hallgatók, akikkel ez megtörtént. 8:30 múlva pontosan 2 perccel jönnek a hírek, aztán jövünk az SMS-sel is. Jön az. 8:42, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. A hírek előtt Bill Clintonról beszéltünk, akinek egy újabb botránya van kirobbanóban most ugye az Egyesült Államokban. Állítólagosan elnöki géppel cipeltette a fehérházba Liz Hurleyt még anno, és miközben a felesége békésen aludt a másik szobában, ő körbevezette a fehérházban, azon belül is az ovális irodában, és hát csodát látott Liz Hurley, aki utána állítólagosan ugye szintén ki sem mozdult egy pár napig az elnöki lakosztályból. A barát, aki összehozta őket, akkor dicsekedett, most már ugye tagad, Liz Hurley tagad, Bill Clinton nem nyilatkozik, legkellemetlenebb egyébként szegény Hillary-nek. Nem csak azért, mert ugye nőt ezzel megaláznak, hanem nyilván ő ugye elnök esélyesként indul majd 2016-ban, és hát ezek a botrányok azért megtépázzák az ő, nem is azt mondom, hogy megítélését, lelkét inkább, leginkább nem, erkölcsileg minden, hogy hát egy nőnek egy ilyet elmondani, hogy ilyen férje van, azért az biztos, hogy nem jó. Hát igen, mert ez nem fér bele az erős nőkébe. Igen. Ami egyébként elnökasszonyként kell majd neki. Igen, meg a megítélés, meg ugye a Clinton család megítélésében effektíve, és arról beszélgettünk, hogy kit csaltak már meg a lehető legszemtelenebb módon, úgy, hogy aludt és közben a lakásban egy másik szobában, közös munkahelyen dolgoztak, és miközben ő, nem tudom, karácsonyi ajándékot adott át a kolléganőjének, közben a férje már valaki máshogy ajándékozott meg a női mosdóban. Ugye minden megcsalás, megalázó, bántó, de amikor ez úgy történik, hogy az ember akár egy légtérben tartózkodik az illetővel, vagy tudta nélkül, még ő segít elindítani randira a férjét, vagy a feleségét, aki azt mondja, hogy csak egy megbeszélésre megy, és közben randiznak. Nagyon durva SMS-ek vannak egyébként. Nagy érdekes, hogy beszélni kevesebben akarnak, de az SMS-ek nagyon... Nem akarod elmesélni, hogy így jártál, ugye? Igen. De nagyon komoly mennyiségű SMS jött. Húggal, nővérrel, bátyal, baráttal. Igen, baráttal. Vannak nagyon-nagyon kemény történetek. Gyorsan csak, amíg még valaki nem akar beszélni, egy-két SMS, hogy mik történtek. Terhesen mentem haza a lakásomba, hogy meglepem a barátomat, és ott volt az ágyunkban egy nővel. Az ágyunkban, írja a hallgató. Ledöbbentem, beültem a kocsiba, és azóta azon gondolkodom, hogy mit tettem, amivel ezt érdemeltem ki, azóta se beszéltünk. A kislányunkat nem engedem, hogy lássa. Én ezt tartom a legnagyobb rohadékságnak. A közös ágyban? Nem, amikor a közös gyermekeket hordja a szerelmed, és úgy csalod meg. Ez a legnagyobb szemétség. Az kemény, igen. Barátoméknál bulisztunk, férje annyira berugott a feleségével, én ébredtem a hálószobába, és megtörtént, aminek meg kellett. Matyi, aki most ugye a másik oldalon van.
Ismerősöm tette, a család a kocsiban, anyu plusz kisfiú, itt van egy kis dolgom címmel, megállt a ház előtt, 20 perc múlva végzett, a család megvárta kint, anyuka gyerek kint a kocsiban várt 20 percen. Bent elkapta a csajt, majd vissza a kocsiba, 10 éve sztori, azóta is csalja, de mindig kidumálja, hogyha gyanús lesz, ne hívjatok, írja egy hallgató. A gyerekkel és a feleséggel megállsz a ház előtt. De mit mondasz, hogy... Van egy kis dolgom, beugrom egy barátomhoz, hát nyilván, ugye szegény. Már a kocsiba. Igen. Volt feleségem, hazavitte a mostani párját abba a házból, 6 évig együtt éltünk, előttem buktak le. A mai napig nem tudom megemészteni a megalázást, írja Krisztián. 2 éve történt, akkori párom a telkünkön, a szőlősben hancúrozott a haverommal, csak bukta lett, mert én nem aludtam, mint ahogy azt ők hitték. Nem voltam kedves velük. Kacsoltatok. Egy jó kacsolás a szőlősben, igen. Én keltem arra egy éjszaka, hogy a párom a barátja feleségével mókázik az ágyunk mellett egy matracon. Aznap egyébként szülinapom is volt. Szép ajánl. De ilyenkor mi történik, hogy arra gondolsz, hogy nem kell föl, vagy annyira berúgott, hogy ő ezt nem hallja? Mire gondol, amikor oda húzza azt a matracot az ágy mellé? Hogy így, hogy tényleg, tehát, hogy igen. Ez pont belefér, akkor miért nem egy másik helyiség? Nincs vagy másik szobát. Nincsen. Igen. Amíg aludtam, addig a férjem a húgommal, pont, szintén nem akar beszélni, elváltam. Ennyit írt, alá se írt egyébként, nem fogjuk visszaívni. Nekem az exem, aki férfi, konkrétan velem vasaltatta ki a haját, tőlem kérte, hogy válasszam ki, mit vegyem fel, és dicsérjem meg, hogy milyen jól néz ki, mielőtt elment megcsalni a régi szerelmével. Persze ez csak később derült ki, azt mondta, hogy egy találkozóra megy. Végül is, ez is az igazság része volt, egy találkozóra megy, írja Léda. Menyasszonyom, hogy azért a nőket se kell félteni, menyasszonyom 3-szor csalt meg a legjobb haverommal a saját autómban. Mikor lebuktak, összetörtem a kocsit kalapáccsal, és még ő jelentett fel garázdaságért. De hát a saját autóját tört. Hát igen, de igen. Akkor is. Nagyon kemény történetek vannak. Barátnőmet úgy dobták ki Valentin napon, hogy a pasi elküldte a házi videót, amit az évfordulójukon vett fel az asszisztensével. Barátnőm vacsorával, meglepetéssel várta, aki e-mailben ennyit írt, már nem jövök vissza, de boldog Valentin napot. Aláírás Árpi. Oh. Jó, ez ilyen kicsit már ilyen bosszú szomjas, nem tudom, már direkt megalázod. Az nagyon kemény. A mostani párom legjobb barátja és felesége szűrte össze a levet, úgy derült ki, hogy a közös gyerek az apához akart este bújni, de a szerető aludt ott. Ja, ott is aludt. Ott is aludt. Amikor megy a gyerek, apa. Zoli? Apa, hagyd fel. Zoli bácsi. Atya Isten, autókereskedő vagyok. A család azért cserélt autót, mert a férj a régi kocsiban csalta a nejét. De akkor együtt maradtak. Együtt maradtak, igen, valószínű, megbocsátott, igen. Anna írja, hogy senki nem akar beszélni. Tehát ezt a sztorit, vagy ilyen sztorit effektíve senki nem vállal. Tehát nem tudunk hallgatót beadni, mert nincs olyan ember, aki elmondaná ezt a történetét, hogy és miként csalták meg. Tehát akkor nem csak Bill Clintont, azért itt Magyarországon se kell félteni a nőket meg a férfiakat, nem? Tehát, hogy azért lehet fokozni a megcsalást is, de elképesztő, hogy milyen emberek vannak, hogy gondolkodnak. Meg Liz Hurley nem tudta, hogy felesége van Bill Clintonnak, ja, tehát ő jó hiszeműen ment a Fehérházba is. Tudod, mi azért? Most... Ha ez a dolog megtörtént nyilván, hát nem azért tudom. Az is érdekes a sztoriban egyébként, hogy ezt nem tudom, tudod-e, vagy tudjátok-e, hogy az a férfi, akitől Bill elkérte a számot, ő együtt élt a Liz Hurley. Igen, ő együtt volt a Liz Hurley, igen. Azért kérte el a Bill-től a számot. Igen. Azért az is egy komoly igen. dolog. Te figyelj, te már nem élsz vele, nem dobod át a számát. Igen. A feleségem azt mondta december 23-án, hogy lemegy a kocsiba az ajándékokért. Utána mentem, az alsó szomszédhoz ment, az ajtó előtt hallgattam a műsort. Elvertem mindkettőt. Az kicsit keményebb a történet. De hogy hát lemész az ajándékokért, és lemész az alsó szomszédhoz szexelni egyet? Kicsim, jövök, mindjárt csak leugrom az ajándékokat. 5 perc, és itt vagyok, és gyorsan lezavasz. Még nem voltak becsomagolva. A kocsiba csomagoltam. Nem akartam felhozni. Atya Isten, milyen történetek van? A barátnőm és a férjem jöttek össze, írja egy hallgató. Megéreztem, elküldtek dokihoz, mondván betegesen féltékeny vagyok, ekközben a kelemföldi albérletben örültek egymásnak. Én ekközben a pszichológusnál sírdogáltam, elváltam, írja egy hallgató. Még csak alá se írják az SMS-t egyébként a legtöbben.
Nagy közös házban laktunk együtt szülőkkel, testvérekkel. Én hetente háromszor jártam tornázni, amíg én ott voltam, addig vitt oda a másik csajt, úgy, hogy mindenki látta, hogy felviszi a szobába, a közös ágyba. Mire hazaértem, ő már hazavitte a csajt. Utána közös vacsi a családdal. Pár hónap múlva tudtam meg, a testvér mondta el. Tehát a pasinak a testvére mondta. Asszisztált ehhez? Ez finoman végigasszisztálta a család, igen. Hogy megérkezett a férj, ugye, egy másik nővel. Ki az új lány, nem kérdeztek semmit. Főszen a közös vacsora lent. Képzeld el, hogy ez a nőnek milyen megalázó. Már mindenki Jézusa. Tudja a családba, te meg ülsz és vidáman eszed a túrogombócot. Ez nem? A durva ezekben a történetekben, hogy a megcsalás az önmagában is arról szól, hogy a lehető legszélsőségesebb módon visszaélsz a másiknak a bizalmával. De hogy ezek az emberek, ezek még rátettek erre még egy lapáttal, és még meg is alázták, még ezen felül is. Tehát, hogy még az inkognitóra, még arra se figyeltem. Vannak szép történetek. Benzinkúton történt, a kolléga kutasként dolgozott, a lány shoppeladóként. Persze ők egy párt alkottak. A lányhoz meg bejárt a szeretője, és a vendég WC-ben estek egymásnak. Addig én harmadik kollégaként fedeztem a lányt, nehogy a párja bejöjjön az épületbe. Azért ez is szexi. Gyorsan lezavarsz egy menetet a benzinkút klotyójába, miközben a párod egyébként kint tankol. Tankolja a kocsikat. És oda hívod a szeretődet a munkahelyedre. De a másik csávó, a falazó csávó. Hát a falazó az, nyilván. Mit mond? Mi kollegalitás? Igen, ne gyere be, ott még jön egy autó, majd meg kell tankolni. Hát vagy ő is reménykedett, hogy befér a sorba. Ja, egy harmadik, vagy mi? Igen. Engem a kisfiam apja csalt meg a saját unokanővéremmel, amikor 3 hónapos terhes voltam, persze nem maradtunk sokáig együtt. Ezt Ági küldte nekünk. Én többször is megbocsátottam az exemnek a félrelépéseit, mert nagyon szerettem. Egyszer a legjobb barátommal csalt meg, kb. 6 hónapig tolták a hátam mögött, közben együtt jártunk mindenhová. Bulizni, motorozni kemény volt, megtudni. Üdv Tibi. Tehát a klasszikus eset, amikor a barátnőd lép félre a te barátoddal, erről is beszéltünk, igen. Na jól van. Hát szép történetek vannak, nem? Hát igen. Én ezeket a többszörűeket nem értem leginkább. Hogy? Tehát, hogy az, hogy egyszer oké, megbocsátottak neki. De ha másodszor és harmadszor is megcsinálja, és megint megbocsátok, értem, hogy nagyon szereti. De hát, hogy ez már ugye jelzi a másik részéről, hogy nincsen meg az a fajta kötődés, amivel ő kötődik a párjához. Érted? Kétszer, háromszor, egyszer. Nem azt mondom, hogy egyszer megcsalni egy nőt vagy egy férfit, ez bocsánatos bűn. De amikor kétszer, háromszor, és még mindig együtt vannak, mert az egyik annyira bízik, még mindig annyira hisz a másik, vagy annyira szereti, akkor ott már tényleg mit tartja őket össze? Miért kötődik az a nő ahhoz a férfihez? Hát ennek több oka lehet. Igen, nagyon sok összetevője van ennek, hogy miért nyilván. Vagy nem tudsz kilépni, vagy nem is akarsz kilépni. A nőknek sokszor van egy küldetés tudata, hogy majd értem, megváltozik. Ez egy jó szerep, amit a nők szeretnek eljátszani. Sokszor tudod, van, aki az áldozat szerephez ragaszkodik, és azt mondja, hogy jaj, már megint megcsalt, tudod, és akkor ő tud lenni az áldozat. Tehát ennek sok-sok összetevője van. Csak akkor már olyan szinten elértéktelenedik az a kapcsolat, hogy... Igen. Kórházban feküdtem terhesen a gyermekünkkel, miközben a párom a régi mennyasszonyával randizgatott, úgy bukott le, hogy fizettem a kártyájával a neten, és a telefonjára ment a visszaigazolás, amit megnéztem. A bejövő üzenetek között ott voltak a szerelmes SMS-ek is, miközben ő a párjával feküdt a kórházban. Na jó van. Oké, köszönjük szépen az SMS-eket. Szívesen hallgattunk volna meg ilyen történetet élőben, te telefonon, de Anna dolgozott rajta, egész egyszerűen senki nem akar beszélni. Mi pedig hármasugrás játszunk, már itt is van a hallgatónk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Hello Zoli, jó reggel. Sziasztok, srácok. Szia. Ó, micsoda rendület. Hello Zoli, honnan hívsz minket? Újpestről, Budapest. Újpestről. Na, helyes. Kollégákkal játszol, azt olvasom? Hát egy sráccal, igen, a Dani barátom, a kedves barátom itt mellettem, ő is itt egy ilyen kis kollega, és akkor megpróbáljuk, hát ha össze tudunk ütni valamit, nem tudom. Azt írtad, nincs internet? Nincsen semmi, csak mi vagyunk, mindig szoktunk játszani veletek, csak nem mindig kerülünk adásba, aztán néha nevetünk, hogyha valamit nem tudunk, vagy rosszul tudjuk, úgyhogy... De mondtad, hogy majd most megmutatjátok, vagy Most olyan, Jani oda teszi magát, és megpróbáljuk mi is. Igen. Kérdés, hogy Jani mennyire tette oda magát, Jani? Hát, szerintem nagyon kedves volt. Az első kettő az menni fog, szerintem a harmadik az akár megfoghat benneteket. Na, akkor Dani, első kettő megy, a harmadik a bumbulunk. Ott van még egy megállási lehetőség is. Igen. Gyerekek, a Boom szoftver januárban összesen egyszer adott. Tehát nem alapozhatnánk nagyon rá. De ti tudjátok, mehetünk? Mehetünk, persze. Na nézzük, így szól az első kérdés dedikált egér alátétért. Melyik a görög ABC utolsó betűje? Fű.
Hűha! A Zéta. Nem jó. Nagyon jó. Gyors, lendületes, határozott játék vége is van. Meg sem vártam az annyit. Nagyon jó. Mondani, hogy alfától az omegáig. Omega tényleg, jó, oké. Hát akkor ezt bebuktuk. Figyelj, jelenésetek van 9-kor, Zoli, hogy hova kellett így rohanni? Hát olyan igen, szépen indultunk. Igazából nem, most kedves vevők itt állnak sorba, aztán nem akarom itt őket eltartani. Miért nem kérdezted meg őket? Hát, igen, be kellett volna vonni őket a játékba. Hát, jogos. A társad mit mondott volna erre, vagy ő tudta volna? Ne, azt mondta volna, hogy Omega, most mondja, igen. Dehogy is, nem ezt mondta volna. Ja, most már nem hiszed el, persze. Fogalma sincs egyébként, neki se. Jó, így könnyebb a tudat, igen, hogy legalább az ember ezt tette magával. Mert próbáltuk. Szolikám, köszi, jó lett volna. Nagyon szégyellem magam, úgyhogy így újpestiként. Mindenkitől elnézést kérek. De a lendületed az letörhetetlen. Nagyon tetszik ez a fajta lendület, igen. Zoli, nem baj, most ez nem ment, nincs ezzel baj, játszunk. Persze, hát ennyi, így van. Jó, köszi. De amúgy nem vagyok buta, tehát nehogy itt el az legyen. De nem, csak hát ezt nem tudtuk. Na, ennyi. Milyen témakör ment volna jól, Zoli? A futball. Sport, de csak a futball? Tehát okay. A humántartásból valami mi ment volna jól? Danila, ment volna az is szerintem. Micsoda, történelem? Töri az alá, nem biztos. Csak az atomfizika azt mondja. A melyik fővárosi labdarúgó klub stadionja találata a Megyeri úton, nyilván ez. Hát valami lehet, hogy a Szusza Ferenc, az Újpestén, igen, igen, talán. Ugye? Hát az igen, igen. A társad... Jó, Dani, megvan a bögrénk, most mondják. Igen. Meg, az meg valahol. A társad mit mondott volna? Gammát? Vagy mit mondott volna? Nem, szerintem nem tudta volna. Aztán lehet, hogy tényleg tudta volna, nem tudom. Aha. Igazából annyira fel vagyok pörögve, hogy meg se vártam. Megmondom őszintén, csak rávágtam valamit. És a vevők milyen arcot vágnak most? Mi a helyzet? Hát most egy úriember elment, kész valamit parancsolj. Akkor társam kiszolgál be. Nem itt dolgozik, de megteheti. Mit árultok, Zoli? Mit árultok? Hogy a lazák vagytok? Hát nekem van egy ilyen kis pészségem, és a Dani mellettem meg könyvekkel foglalkozik. Ja, és Dani most átjött? Most átjött, igen. Dani, milyen könyvekkel foglalkozik? Árulja, vagy? Hűha, csak árulja, igen. Ja. Csak és le vannak celofánok. Igen, értettem, csak árulja. De jó arcok vagytok. Jó van, Zoli, játszunk valamikor még, jó? Így van, jó, köszönöm szépen a lehetőséget. Szevasztok, ciao, hello. Szia. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. A legnagyobb dolog, csak árulja. Tudod, nem várta meg a haverját, bemondta a rossz választ, és bemószerolt a végén. Á, hülye, csak árulja a könyveket. A haverjának esélye nem volt megszólalni, mert azonnal bemondta a rossz választ. Tehát... Ja, és ráadásul mondta, hogy szolgáljon is ki. Igen, tehát akire ez a játék megsemmisítő volt, akire nézve, az csak a haver. Tehát ő jött ki a legrosszabbul. Na jó, van péntek van, ez azt jelenti, hogy Petivel összegezzük a hét híreit. Peti múlt héten beteg volt, reméljük most oda tette magát. Illetve futunk még egy kört, mert hogy tegnap ugyanebben az időpontban mi van? Én még nem látom. Aha. Petit. Peti anyagait. De akkor... Gyerekek, óriási farbarúgások lesznek. Igen, itt, mert a múlt héten beteg volt, ugye a tüdejére ment az alkotói válság. Most meg az agyára, az ital. Nem igen, tudom. Viszont tegnap az elmentes övezetben ugye elindítottunk egy dolgot, ennek most még szeretnénk utána járni. Ugye kezünkbe került valami förvedményes, hogy mondják ez a szó? Förmedvény. Szörnyű, köszönöm. hagyjuk az idegen szavakat. Egy szörnyű, kb. 120 forintért megkapható 2 literes multivitamin felirattal ellátott rostos üdítő ital. Ez azt gondolom, hogy a fogyasztók ellen nem más, mint teljesen egyértelmű bűncselekmény. 120 forintba kerül 2 liter rostos multivitamin, gyümölcs százalék 1, ugye? Tehát 1% gyümölcs, aszpartám, tehát minden, ami rossz és minden, ami méreg ebbe az üdítő italba benne van. És arról beszélgettünk tegnap, itt Gáborról, egyáltalán hogy kerül ki ez a polcra, ugye? Tehát, hogy a fogyasztóvédelem, vagy a Nébik mit tud csinálni, hogy engedhetik, hogy ezt valaki vitaminként feliratozva kitegye a polcokra, és sajnos viszik, mint a cukrot, nyilván azért, mert olcsó, és rengetegen nem engedhetnek meg maguknak drágábbat, de viszik mindezt úgy, hogy közben azért, ha tudnák, hogy valójában mi van benne, vagy mi nincs, talán nem vinnék. És tovább visszük az ügyet, mert eltökélt szándékunk, hogy ha már csak egy ilyen terméket le tudunk vetetni a boltról, akkor nyertügyünk van. Fölhívjuk a Nébiket, hogy mit mondanak mégis erre. Hogy megy egy ilyen bevizsgálás? Tudnak-e erről? Meg tudják-e ezt konkrétan nézni? Ezt a kis finom aszpartámos üdítőitalt, 2 liter 120 forintért, igen, hogy ezt hogy engedheti kirakni multivitamin néven. Nyilván nem ők hozzák a törvényeket, de hogy miért nem kezdeményeznek akkor egy olyan törvényjavaslatot, hogy vitamin névvel ne lehessen kitenni egy ilyet, mert ez a fogyasztó teljesen egyértelmű megtévesztése. Nem? Meg bizonyos olyan kifejezéseket egyáltalán hogy lehet használni, amikor rostos, rostos 1%-os rostartalomnál, ami egyébként gyümölcsvelőt jelent. Gondolod, mi van 1% gyümölcs? De van benne.
Ja tényleg, de ilyen alapon akkor nálunk a csapvíz is, mert abban van annyi üledék, hogy abban legalább 2%. Rostos csapvíz. Szerintem ez érdemel azért még egy kört. Igen, úgyhogy erről is beszélgetünk, és megpróbáljuk Peti anyagait előbányászni valahonnan. Egy perc, pontosan 9 óra jövünk a hírek után. 4:10 lesz, egy perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani! Hello, Peti! Sziasztok! Jól vagytok! Jaj, de jó! Hát péntek van mindjárt vége. Péntek jön a hétvége. Olyan jó ez a péntek, úgy szeretem. A legjobb. Komolyan. Igen? A legjobb. Bírod? Jó, hogy ne bírna. Ma brutál nachos mennyiség fogy el, és hihetetlen filmek megnézésébe kezdesz újra. Ez lesz 10 óra 5-kor, majd így levegőben kavargom mindenféle papírokat, hogyha leülepednek, akkor így félre söpítek magad, és a Jani hol van? Ez Jani volt. Jani csinált azt a szélviart, azt a hurikát. Ahogy kilőzt. Azt a ciklat. Igen. Így fogok elmenni. Irány Erzsébet. Elköltöztetek? Nem. Van valami cuki. Ott hagytad Lőrincet. Ja, már megnyitod a hétvégét egy kellemes kis cukrászdai péntek. Hát, ne hevés csoki. Őrület vagy. Nagyon nagy vagy. Tehát már péntek délelőtt egy kellemes cukrászdázással nyitjátok a hétvégét. Én lokálpatrióta vagyok, de minden kerület irányában nagyon szívesen nyitok. Hihetetlen. Ha ott van egy jó cukrászda. Hihetetlen. Egy kerületen nem tudnék arrébb menni, bármilyen jó cukrászda van ott. Te beutazod az egész várost egy jó sütiért, csodálak ezért. Ez óriási. Egyébként, ahova meginvitálnak, és azt mondják, hogy oda elmehetek, és nem fogok csalódni. Természetesen fizető vendégként, hogy valaki esetleg félreértse, nem tarhálásról van szó. Én szívesen csekkolok. Igen, és utána elmondod a véleményed. Komolyan nagyon mondom. Jó, ez bírom. Múltkor is elhívtak, és nem bántam meg. Bródi Sándor utcába. Igen. Na jó van. Oké. Közlekedési híreket nézek, mert van egy-kettő, méghozzá elég fontos. Árpád-fejedelem úton rendőrök vannak az Árpád hídnál, a Lotto Milliómos küldte ezt nekünk, nyilván ez ugye most szombaton történik, majd meg legalábbis az aláírás, bízunk benne, drukkolunk. De ezt akkor te küldted ezek szerint, mert én úgy tudom, hogy te leszel, mert ezt váltig állítottad, de egyébként már több embert hallottam. Volt egy belső hang, ami bezavart egy lottozóba, és kértem, és megtettem tétjeimet. Életemben soha nem. Egészen pontosan egy inget hoztam el egy ilyen kis patyolatszerűségből, és ott láttam, hogy a patyolat. Van még ilyen, hogy patyolat. Hát nem, valami, te bedobtál valamit a rávízhoz is, mondom. Megjavítod. Igen. És nem pont a PR-ből jöttem ki, és akkor ott... Ja, oké. Okay. És kitöltöttem egy szelvényt. De jó. És most, négyet egyszerre. De akkor most ki lesz a és fogalmam is mit jelent, de megjátszottam a Jokert, mondta a nő, plusz 200, mondta, játszom el a Jokert, mondom, hát tegye meg aranyos. Na olyan. Azt is, azt nem tudom, hogy azt hol kell nézni, de azt is megtettem. Na olyan, a végképp nem találkoztam. Úgyhogy a hétfőn... Joker nyert volna bármennyit is. De, ott szoktak. Igen? Igen. Ha hétfőn kicsit megcsúszom, később jövök, vagy kaptok egy SMS-t, hogy srácok, ma nem, akkor úgy, hirtelen azt olvassátok, hogy volt ötös. Jó helyre megy, higgyél. Együtt örülünk. Jó helyre megy. Együtt örülünk veletek, tényleg. Négy szelvényt megtettem. És ötös? Az ötösből. Nem hatos lotton tettél meg öt számot. Akkor azt mondta a nő, hogy annyi 200 forint, amennyit x-elek, mert x-elésenként van 200 forint. Mondom, milyen fura rendszer ez, nem az, hogyha kitöltesz egyszer ötöt, akkor nem, és azt mondta, nem, x-elésenként 200. De miért van, aki 3x-et tesz fel? Ezt kérdeztem én is, nem, ők ezt így számolják, hogy ez így van? Tényleg x-elésenként, mint a 150 forint egy x-elés. Igen. De miért? Akkor szelvénél kettőt, beigszesz, kifizet 300 forintot, és senki nem szól, hogy barátom, létszés x-elj már rá még hármat. Szerintem az ötös lottonál azért be kell húzni az ötöt, tehát hogyha csak beírnéd egy kettessel, és arra mutat, nehogy nincsen nálad több pénz. Tényleg, ha nem húzom be az ötöt, de csak kettőt x-elek, viszont az a kettő jó, akkor fizetnek? Vagy az érvénytelen szelvény? Azért ugye az valószínű érvénytelen az ötöt kell. Csak így a... Na mindegy, Feri, akkor most az ötösön nem nyerünk, akkor nekünk marad a hatos és a skandináv. Srácok, semmi baj, ha nyerek. Egy jó láttéra való a vendégeim vagy. Istenem, ezt a nagy lelkűséget. Jó, tehát mindenféle gyerekek, tudjátok, azt kértek a Mekiből, amit akartak. Most tényleg nem adnál nekünk 10-10 millió. Dehogy így akarul-e én először. Megmondom őszintén, nem pénzt adnék, hanem valami olyat, amivel tudom, hogy örömet szereznék. Azt majd én hagyd döntsem el, hogy mi szerez nekem örömet, meg olyan. Jani is elvezet. Nem adnék, nem. Nekem a barátaim elég. Fú, de álságos. A barátaimnak adnék készpénzt, ők költség arra, de nekem nem jönnek ide most egy kisebb táskával, tudnék olyat venni, aminek szerintem örülnétek azért. Tudnék olyat venni. Azért szerintem téged is meg tudnának lepni valamiféle olyan kétkerekű, négykerekű valamivel, vagy a családot téged is meg tudnának lepni az új Dacia Logannel. Éves BKV bérlet. Jani, szórakozz! Na, oda utazol, ahol akarsz, a vendégem vagy. Téged kiszúrásból biztos, ami világkörüli útra fizetnélek be. Föltetetnélek egy rohadt nagy hajóra, adnék melletted két
guide-ot, akik vinnének, és körbeutaztatnám veled a világot. Arra azért el kéne menned, hát azt nem mondanád, nem tudod visszamondani, mondom, lenne egy fix ember mellettetek, egy idevezető is, egy évig haza se kell jönnöd. Nem? Hát azért az, az jó, jó megmentetés lenne. De nem, az csak KP-t adsz, odaadod, hogy... Aha. Ja, aha, igen. Igen? Igen. Feri az ilyen fantáziátlan ajándékot szeret egy ilyen. Tényleg, nem fogok megsérni. Unalmas, ha őrülsz 2 kilónak, hát jó, legyen. Jó, most veszel nekem egy Maseratit, érted? 25 millió, vagy nem tudom mennyibe kerül egy ilyen. Nézd, utána eladod maximum. Hát azért az beállítanék egy új quattroportéval, azért én nem hiszem, hogy nagyon vernéd a fejedet a földbe, hogy ez egy úde csúnya. És még tankoljam is én. Az igazi paraszt kap egy Maserat, és én tankoljam. Úri ember lennék, teli tankolva kapnád, egy év kötelezővel megkötve kaszkol. Tehát azt ugyan, az stílusosan adnám. Tehát nem lenne egy ilyen porzika vesélye, kisben nyolvan, mert azt úgy kapnád meg, hogy arra neked 3 évig, ja, és lenne egy cetli, hogy 3 évig garantálva van a szervizelésed. Tehát úriember lenne. De azt a Martint, azt most ne kérje, most hívnak belőle vissza 15 000. Visszahívják a Maseratikat, igen, van valami fékpedál. Nem, az Aston Martin. Aston Martin hívják. Nem a Maseratit, ne szidjuk, az egy szép és jó olasz. A brittek szúrták el megint az Aston Martinival. Igen. Vagy mi az? Már amennyire brit az még. Igen, kínai beszállító, rossz műanyag. Na, nem KP-t kapnátok, az biztos. Figyeljenek, 2 kiló is elég, csak innen legyen befektetési arany. Innen a szomszédból, igen. 2 kiló elég. Mit szólnál, vennék neked egy kondát? Feri, gyere velem fel. Mi az a körülni? Feri, nézd azt a 30 disznót, mind a tied. Na. Ez igen. Feri. Vegyél jó 30 mangalicát, egy kis területre. Jó az. Annakolod, hát a mangalica, hát milyen jó, hát az most jön föl, hát aztán fönn van. Sőt már mangalicát, már viszik, mint a cukrot. Nem, kapná 30 disznót. De jó. Szerintem nem bánnád meg, Feri, nekünk is az van. Konda CRV. És jó, biztos. Figyelj, mert nagyon elégedettek vagyunk vele, újra fölgalacsunk. Konda CRV. Vagy most ide jönnék egy ilyen diplomata táskával? Igen. Hogy? Nézd csak, így bejössz, leteszed. Nem, figyelj. Megmondom, hogy érkezzél. Diplomata táska, benne a pénz. Napszemüveg. Bilin. Oda van bilincsel a kezedhez. Laci jön melletted, szintén napszemüvege, új napszemüvegbe, lógjon még rajta az árcédula, tőled kapta az előbb, és legyen nála egy erővágó. És amikor ideértek, akkor levágja, igen, a kezed. Kinyitnám a táskát, elővenném a szellényt, már tapsolnátok, és kiderül, hogy srácok, kettesen volt. Igen. 400 forintot kerestem a vendégeim. Felitt a 2 kilód. Nem, egy évig meg se tudnátok. Tehát, hogy nem ez, nektek elmondani az, amit most bemondanám a rádióba. Tehát, hogy nem mondanánk be. Nem. Hát de, hát most Jani meg én. Valószínűleg nem azonnal kapnátok az ajándékot. Okosan kellene azért az, hogy ne menjen az mindenki számára világgá, hogy én vagyok a lottónyertes. Tehát finoman. Nem is tudom, hogy csinálnám egyébként, de hát most az öreg bácsi, ugye, az idős hajléktalan lehozta, hogy nyert 2 napon, csutkára rámolták. Tehát ma már azért nem egy életbiztosítás elvinni egy lottóütőst. Nem vittek el a lakásból, nem tudtak elvinni pénzt, mert nem tartott otthon, jó fej volt. Tehát, hogy így úgy látszik, hogy számított erre a dologra. Úgyhogy, na mindegy. Egy év után szerintem elkezdeném valahogy csepegtetni. Titoktartásit íratnék alá. Aha. De vajon hogy tartanád titokba, hogy jól élsz? Nem hiszem, nem változott semmi. Még mindig ugyanaz. Hallod, még mindig menő a csávó. De most szerinted nyert? Nem, szerintem nem. De szerintem nem. Ügyesen forgatja, biztos valutázik. Nem. Gyerek, egy nagyon nagy a dollár, akkor ez nem kezdenék el ilyen nagyon fel. Miért így hirtelen ilyen nagyon megváltoznátok? Tehát menőautó, brutál ház, kocsi, satt, búszómedence. Ilyen nagyobb megváltozni, láthatatlanná válni konkrét. Felszívódnál? Hogy felszívódnék egy pillanat alatt. Nem. Hát meg... Én egy alapítványt hoznék létre, és rendraknánk egy várat. De fontos, nem viccelj. Tudjátok, hogy mennyit fantáziálgatok ilyen dolgokról? Várakról. Konkrétan megvan. Igen, meg is van egyébként, amit rendeltem. És fekszel, aki zoknitban otthon, a kis ágyacskáron, és várakról fantáziálsz? Csak mondom. Fantasztikus lehet neked fantáziálni. Figyelj, hasznosi a körülnek, azt a várat akarom rá. De ez egy szép dolog lenne, nyilván az ember adakozna, persze. De régi módszerekkel, tehát egyesével hordnád föl a követ a hátadon. Nem, vele talicskáznám föl, fognám a két lábadat, a hátadra fölpakolnám. Nagyon szarul állunk, elmondom neked, hogy 5 méter után vége a bulinak. De tényleg, szóval az ember így elkölti már. Mi lenne, vennék neked egy várat? Az vagy nem adnák el? Minden eladó, sose feledd el. Aha. 2,5 milliárd van, nem érted? Ide, hogy tényleg minden eladó egyébként. Figyelj, két ilyen projektem van. Na. Az egyiket megfinanszírozhatod. A Hegyesdi várnak a helyére
hegyes mellett szeretnék egy kilátót. Ez az egyik. Mert 10 000-ből egy ilyen fakilátót építek neked. Na, 10 000. Hát egy kis fakilátó. Hány millióból építették azt a 30 centis betont tömböt? Emlékeztek arra? Igen. Kilátó. Emlékeztek? Egy ilyen 30 centis betonplacot csináltak. Nem tudom, azt mondta, hogy ez a kilátó. Égbetörő 30 centis csúcsa. Hát nem látják, itt áll, csak láthatatlan. És egy ilyen beton emelvényt építettek. Veszek neked egy várat, tehát akkor egy kilátót szeretnél? Igen, hegyesdre, vagy pedig a hasznosi várat rendbe tenni. Mert az méltatlan, ahogy kinéz. És akkor beköltöznél? Nem. Nem? Felajánlanám a közjó javára, mint Széchenyi a Váncidat. Hát az ott rendes. Botorkálhatnék ilyen kőhalmokon megcsinálva? Nem, kőhalmokon rendes. Jaj, akkor már szép várat építeni. Az jó. Ez egy szép dolog. Na jó, srácok, ez a veszély egyébként nem fenyeget, szóval, hogy meghal, mondom. Úgyse tudjátok meg, úgyhogy álmodozzatok csak nyugodtan. Ja. Na, tegnap elkezdtünk egy témát, és ezt le akarjuk zárni. Fölmerült egy-két érdekes dolog, és szeretnénk ennek utána járni. Ugye tegnap az elmentes övezetben, ami Drága Gáborunk, aki élelmiszeripari mérnök, beszélt arról, hogy a rák és a táplálkozás milyen összefüggésben van, és arra kértem őt a rovat előtt néhány nappal, hogy válogasson össze néhány olyan ételt, néhány olyan e-betűt tartalmazó adalékanyagot, ami egyértelműen rákkeltő, elmondta, hogy citrom, narancsra nagyon figyeljünk, felvágottra nagyon figyeljünk, gumicukrok, üdítőitalok, energiaitalok a karamell miatt figyelő, és ne adjuk a gyerek kezébe. És hozott egy üdítőitalt, ami nálam abszolút kiverte a biztosítékot, és elképesztő, hogy egész egyszer hogy kerülhet polcokra, hogy berik emberek kezébe adni, illetve a hatóság, vagy akinek lehetősége van arra, miért nem szankcionálja a törvényekkel, hogy ne lehessen bizonyos dolgokat ráírni egy üdítőitalra. Az egy dolog, hogy megtévesztő, és nincs benne az, amit ígérnek, de közben ráadásul multivitamin felirattal, ugye aszpartámot, egyéb édesítőket tartalmaz, tartósítószer van benne, aszpartám, stabilizátorok, tehát döbbenet, 1%-os gyümölcs tartalommal rajta van, hogy multivitamin, rostos, vegyes gyümölcslé, 2 darab liter kerül 120 forintba. És 2 liter 120 forint, ugye? 1% rostartalom van benne, és hát tehát stabilizátorok, aszpartám, nátriumciklamát, acesszulfám, minden szexi dolog benne van. Ez fönt van a polcon, ezt emberek megveszik, gyerekek kezébe adják, akik isszák, és szerintem a nagy többségnek fogalma sincs, hogy mit ad a gyerek kezébe. Ráadásul mindezt úgy, hogy tényleg multivitamin felirata, tehát te még jót egy is vétel. Teszel a gyereknek, multivitamin, rostos, vegyes, üdítő és ital. A multivitamin felirat az egyébként megállja a helyét, tehát vitamin van benne? Írja, hogy mit tudom én? Vitaminozott. Vitaminozott, de azért annyira nem mi. 1% gyümölcs tartom. Hát gondolod, hogy mennyi vitamin van. Hát de ugye egyébként tettek-e bele természetesen. Ugye beszéltünk az aszpartámról, a rák összefüggéséről, és a kérdés az, hogy kerülhet úgy ki a polcra, hogy miért nincs egy olyan hatósági szabályzás, ugye megkérdezzük, hogy egyébként van-e, hogy tudják kirakni, hogy akkor legalább ne lehessen ott, hogy vitamin. Vagy ne ír, amiben mondjuk aszpartán van, eleve már a kettő mondjuk kizárhassa egymást, nem? Vagy az, hogy rostos, vegyes, üdítő ital, 1% gyümölcsel, ne írhassák rá, hogy rostos, vegyes, üdítő ital, legyen annak egy minimum gyümölcs százaléka, 20%, 25%, 30%, most mindegy, hogy sűrítményből vagy nem, de hogy legyenek olyan szabályzások, amik valójában védik a fogyasztót. Igen, mert ez egy vicc. Tehát, ez egy konkrét megtévesztés. Igen, mert a formában egy vicc. Egyébként csak mondom nektek, hogy ez az 1% gyümölcs tartalom a különböző következő gyümölcsökből áll össze. Narancs, alma, ananász, marakuja, citrom, őszi barac, guava, mangó, sárga barac és banán. Tehát, hogy ez az 1% ezekből a gyümölcsökből áll össze. A Magyar Élelmiszerkönyv egyébként rendelkezik arról, hogy a felhasznált gyümölcsöket a felhasználás mennyiségéhez mérten csökkenő sorrendben fel kell tüntetni. Aha. Tehát akkor ebben az őszi barac van az utolsó részben, az van benne a legkevesebb. Illetve a banán, az van benne a legkevesebb. De hát tök mindegy, hogy mi az az 1%? 1%, érted? Rostos, vegyes, gyümölcs, üdítőital, aszpartámmal. Na, kérünk egy kis segítséget, dr. Pleva György, a Nébik Élelmiszer és Takarmánybiztonsági Igazgatója. De bonyolult. Itt van velünk. Jó reggelt kívánunk, hello! Sziasztok, jó reggelt! Hello, jó reggelt kívánunk! Itt voltál már a vonalban egy ideje, hallott, hogy miről beszéltünk, ugye? Tegnap is hallottad. Figyeli az elmentes övezetet, Gyuri. Nagyon helyes. A Morning Show-t figyelem. Nagyon hát, köszönjük szépen. Drága vagy, köszönjük szépen. Hogy tud egy ilyen multivitaminnak álcázott szörnyűség egyáltalán kikerülni a magyar polcokra és a magyar fogyasztó kezébe? Hát itt elsősorban azt kell tudni, hogy az itt felsorolt kifogásokat, amelyeket megértetettek tegnap és ma, legalább 5-6 uniós jogszabály szabályozza,
és azt is tudni kell, hogy ezek a jogszabályok elsősorban a fogyasztók védelmét szolgálják. Tehát eleve, hogy mondjam, lefektetik azokat a szabályokat, hogy minek szabad hívni egy ilyen ügyítőjutat, és minek nem. Tehát ez a ahogy erre rá van írva, hogy ez rostos és multivitaminos, ez a jogszabály szerint megállja a helyét? Ezt nem mondhatod? Hát sajnos így van, és éppen azt szeretném elmondani, hogy ez a kategória, miszerint üdítőital, ez a gyümölcslevek, vagy pedig a szomjoltásra alkalmazott italok között a legalsó kategóriát képezi, amiben tulajdonképpen gyümölcsnek nem is kellene lennie. A jogszabályok lehetővé teszik, hogy az akár aromából, édesítőszerekből, színezőanyagokból és tartósítószerekből álló ital legyen. Ahogy ez teljesen világosan fel is van tüntetve ennek a palasznak a jelölésén. Mi minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a fogyasztókat ezzel kapcsolatosan tájékoztassuk, és természetesen ezzel kapcsolatosan is meg fogjuk tenni a szükséges lépéseket. Természetesen ezt a terméket is végig fogjuk vizsgálni megfelelően annak a rengeteg vállalásnak, ami feltüntetett. Nagyon szívesen elküldöm ezt nektek, hogy lefotózzuk és meg tudjátok nézni, de adáson kívül elmondom, melyik termékről van szó. És azt nem értem, hogy miért kell mindenben az Európai Uniót követni? Tehát, hogy miért nem lehet az, hogy mondjuk a Nébik ad egy olyan javaslatot, hogy szigorítsanak. Tehát az, hogy az Unió máshol ezt engedi, hogy a gyerekek ezt mondjuk megígyják, mi nem tudjuk azt mondani, hogy rendben az Unió engedi, mi viszont szigorítunk, és hozunk egy olyan törvényt, hogy nálunk már pedig nem lehet ráírni azt, hogy rostos üdítőital arra, amit aztán egy szülő levesz és a gyerek kezébe adom, egyébként aszpartán van, édesítőszer van, és 1% gyümölcs. Tehát azért, mert ők nem szigorúak, mi miért nem tudunk szigorítani? Hát azért, mert mi is az Európai Unió tagjai vagyunk. Uh-huh. Annak rengeteg előnyével és némi hátrányával együtt. Egyébként ezek az állítások, amiket itt felsoroltak, néhány kivételtől eltekintve mind megfelelnek ezeknek a jogszabályoknak sajnos. Tehát a multivitamin feltüntetése, a rostos üdítőital feltüntetése mind engedélyezett jelölés. Értem, csak az Unió ugye, tehát ők azt is kitalálták, hogy ugye az akácméz az nem őshonos, és elvileg ugye most kitalálták, hogy mivel nem őshonos Európában, így ki kell vágni az akácfákat, ugye ez most óriási felháborodás, most azért, az Unió kitalálja, akkor megszűnik itt az őstermelők létjogosultsága, aki például akácmézet állítanak elő, meg ki kell vágnunk az akácfákat, vagy ez hogy működik? Hát ez biztos, hogy nem is fog történni, azért minden tagországnak van joga ezekben az ügyekben akár vétót is emelni, ugyanúgy, ahogy a mákkal kapcsolatosan is elkezdődött egy ilyen folyamat, és ebben az ügyben is nyerésre állunk végül is, tehát továbbra is fogyaszthatunk majd mákos beegyűjt és mákos süteményeket, annak ellenére, hogy az Uniónak ez nem tetszik. Így totál nonsens, vagy azért, mert az akác nem őshonos Európában, hát elképesztő egyébként. Hát igen. És ilyenkor ez megfelel, akkor ez a polcon marad? Tehát, hogy nem lehet erre akkor a Nébiknek valami külön cetlivel azért rányomni a saját állásfoglalását, vagy azt mondani, hogy oké, ez az Unió engedi, mi nem akarunk változtatni, de teszünk oda egy olyat, hogy legalább nagy betűkkel ráíratjuk, hogy aszpartám, vagy gyerekek nagyobb mennyiséget kiméljenek. Tehát azért itt lehetnek olyan feliratok, amik azért kevésbé tévesztik meg a fogyasztót, mint hogy multivitamin baromi nagy betűkkel. Igen, hát az adalékanyagokra visszatérve arról pedig azt kell tudni, hogy ezek az ESZA-nak, az Európai Élelmiszer Biztonsági Hatóság egy folyamatos tesztelésén mennek keresztül, és pont az aszpartám az, aminek az újraértékelése most fejeződött be az elmúlt hónapokban, és ismételten megállapították, hogy biztonságos, semmilyen káros hatást nem fejt ki az asztalfogyasztókra, akár felnőttek, akár gyereket. Egyébként akkor még hagyom mondjam el azt, hogy ha már segíteni szeretnénk a fogyasztóknak, hogy milyen sorrendben lehet egészséges és kevésbé egészséges termékeket vásárolni. Ugye a megnevezés eleve tájékoztat erről. Például legkiemeltebben kezelnénk azt a megnevezést, ami a gyümölcslé, ami kizárólag 100% gyümölcsből készíthető ital, sem színezéket, sem édesítőt, tehát nem tartalmazhat, sőt, tartósítószert is csak nagyon korlátozott esetekben lehet beletenni. Ez a legértékesebb kategória. Tehát aki megengedheti magadnak, bocsánat, csak hogy közbeszólok, hogy érthető legyen, hogy tehát a gyümölcslé feliratot kell keresni, tehát a rostos üdítőital és a rostos gyümölcslé, akkor figyeljük a gyümölcslét, mert hogy ugye az értékesebb. Csak 100%-os lehet. Következő kategória gyümölcs nektár, amiből ugye nagyon sokkal találkozunk, őszi barack nektár, sárga barack, csörte, alma, ez 25 és 50% között tartalmazhat gyümölcsöt.
és tulajdonképpen ugyanazok az előírások vannak rá érvényben, mint a gyümölcslére, viszont ugye több hozzáadott vizet tartalmazhat, és ebben már cukrot is szabad beletenni. Itt a cukor és az édesítőszer közötti csatát, hát ezt a fogyasztónak kell eldöntenie. Hogy hát, hogy melyik lobby erősebb, hogy nem. Igen, hogy nem. Hát nem csak azt, hanem most, hogy a fogszúvasodás és a felhízás, vagy pedig a semmi kategóriát választja. A mi véleményünk egyébként az, hogy egy kiegyensúlyozott egészséges étrendben ugyanúgy belefér a cukorra, hogy a zsír csak mindenből a megfelelő mennyiségben és a megfelelő formában kell fogyasztani. Értem, de hogy most az Unió ezt elfogadja, akkor érdekező, hogy meg vagyunk lőve, tehát ez gyerekek ezrei kezébe kerül, 120 forint 2 liter, a fogyasztó megveszi, és ebben az Unióban valaki igen mondott, most mindegy, hogy aszpartám lobby, ilyen lobby, olyan lobby, és késznek mi magyar lakosság, vagy fogyasztóvédők, vagy nébik semmit nem tehet, hogy egy ilyen szemét mondjuk lekerüljön a boltok polcairól, és ez ne kerülhessen ember kezébe? Hát ez egy, ugye így valaki jó hasonlat, hogy már a disznót is megvédik, hogy moslékot el nem mehet, közben pedig ugye a fogyasztó meg ezt leveszi 120 forintért, és megissza gyümölcslér néven. Tehát teljesen tehetetlenek vagyunk? Hát most itt a szemét kifejezéssel kapcsolatosan nagyon azt tudom mondani, hogy csak engedélyezett módon és engedélyezett alapon előállított termékek kerültek ebbe az üdítőtalba. Azt már eleve azért a fogyasztónak gyanúsnak kellene tartani, hogy 120 forintért kap 2 liter valamit, és attól még nem kell elvárni, hát, hogy abban 3 kiló narancsnak legyen. Hát csak sokaknak, ugye ez sokaknak ez igen, ez egyfajta anyagi megfontolás, ráadásul ugye sokan még mindig ugye nagyon naivan hisznek a cetlinek, tehát a multivitamin 120 forint, persze takarékos is biztos nekem nem árthatnak, hiszen engedéllyel került a polcra. Itt az persze a fura egyébként tényleg, hogyha ugye gyümölcsital, gyümölcsnektár, gyümölcslé, hogy ezek olyan kifejezések, amik egy bizonyos meghatározott százalékos gyümölcs tartalomhoz kötődnek, akkor a rostos szónak a használatát miért nem kötik például egy meghatározott gyümölcs százalékhoz? Mert ez ugye ez az 1% azért valljuk őszintén teljesen abszurd. Hát ez nagyon érdekes kérdés egyébként, hogy a rostos szónak a megnevezését semmiféle jogszabály nem szabályozott, csak egy ajánlás van ezzel kapcsolatban érvényben, de egyébként azt is megengedni, hogy akár hozzáadott rossz tartalommal is folkolják ezt a rossz tartalmat. Egyébként amit a fogyasztóknak még tudnánk javasolni, az, hogy valóban létezik a harmadik kategória, ami szerintem már elérhető azért a családok számára, és a gyümölcs ital, aminél a legalább 12% gyümölcs tartalom szerepel előírásként, és az üdítőital kategória viszont valóban a legszemetebb termékeket foglalja magában. Ez döbbenet azért. És ebben leginkább az a megdöbbentő, hogy ugye az Európai Unióban, és nem vagyok unió ellenes, meg egyetem is akarok senkit úszítani, csak hogy azért ez egy érdekes dolog, hogy milyen lobbik működnek, és annak a lobbinak a hatására mit vezetnek be, mit engedélyeznek, vagy mit vezetnek ki. Ugye? Tehát azért itt is meg kell nézni, hogy például az aszpartám lobby az Amerikában milyen erős, Európában milyen erős, hogy próbálnak piacot nyerni, és aztán végül is az Európai Unió nem tiltja, mert közben pedig bizonyos lobby körök mozognak a háttérben, vagy ugyanez az akácméz, ugye, ami megmenekülhet, ha mondjuk Hungarikum lesz, de egyébként ugye hát döbbenet, hogy milyen szabályozásokat akarnak néha hozni. Jó, tehát akkor te azt mondod, hogy a fogyasztó az ne higgyen el mindent, illetve gondosan, amit a Gábor is mond, olvass el az összetevőket, és tegye függővé azért, hogy az ár, mennyiség kategória között sokszor mi a kapcsolódás. Pontosan. Minden megnyilvánulásunkban arra kérjük a fogyasztókat, hogy olvassanak. Olvassa el azt, hogy ebben 1% gyümölcs tartalom van, nézze meg a terméket, hogy valóban rostos lehet-e, ezt mi is meg fogjuk vizsgálni, mert ezzel a termékkel kapcsolatosan azért valóban vannak kételjeink. No, eleve az, hát ez, hogy, ha már ennyit elérünk, hogy ti legalább megvizsgáljátok, már az is nagyon nagy szó. Az 1% gyümölcs tartalomban az a rengeteg vitamin tartalom, amit itt ígérnek, és a vásárlóval közlenek, az valóban belefér-e ebbe a 1% koncentrátumba. Ezt mindenféleképpen meg fogjuk vizsgálni, és hogyha olyan dolgot találunk, amiért ez a termék nem felel meg ezeknek az előírásoknak, akkor természetesen le fog kerülni. Jó, elküldjük szívesen, vagy lefotózom, és megmondom adásunk, hogy melyik volt. Jó, alapján tudunk elküldöm nektek. Egyébként minden ilyen információt várunk, mert ugye minden utcasarkon is sem tudunk ott lenni. Így van, van egy zöld számotok, és azt bárki tudja hívni. Most már a boltok ajtaja mellett én láttam kitéve. Na, hát és direkt jó, arra igen. Kérik a vásárlót, bemész, meglátod, kijössz, fölhívod, és akkor Nébik megvizsgálja. Ez jó. És két napon belül. Jó. Még egy gyors kérdés, így a gyors válasz kérnék szépen, hogy ha olyan illusztrációként feltett gyümölcs szerepel mondjuk egy ilyen üdítőitalnak a címkén, ami nincsen benne az alapanyagok között, az nem számít a vásárló megtévesztésének? Az mindenféleképpen megtévesztő. Mert hogy ezen a címkén van gránátalma is, és aha, nem szerepel.
Meg fogjuk nézni, igen, igen. Igen, megeleve azt, hogy jogos-e egy-egy százalékos gyümölcstartalom esetén ekkora gyümölcsfotókat közölni. Hát igen. Ugye, hogy azért itt vannak kérdések, ananász, az erősen citrom, narancs, a fogyasztó megtévesztésére szólnak. A megtévesztés az egy érdekes kategória, érdekes jogi kategória, hogy valóban megtéveszti-e, mivel fölötte vastag betűvel közli, hogy egy százalékot tartalmaz mindebből. És egyébként nagyon fontos, hogy mi nem akarjuk senkinek rontani az üzletét ezzel, csak azt szeretnénk elérni, hogy, hogy az ember azt kapja pénzért, a valójában, amit az az ital, az az élelmiszer igen, tartalmaz. Igen. Jó, Gyuri, elküldjük nektek, nagyon szépen köszönjük, amiket elmondtál. Köszönjük szépen, dr. Pleva György, Lévik élelmiszer és takarmányi szükség igazgatójával beszélgetünk. Hello, szia, köszönjük. Jó, elküldjük, aztán megnézzük, hogy mit mondanak rá. Kíváncsi azért, vagyunk. Ha ez átmegy, gyerekek, akkor tényleg nem tudom, mi van. Hogy? Hát, hogyha ez átmegy ezen a rostán, amit a Gyuri mondott. Figyelj, üdítőital van ráírva, nem az, hogy gyümölcslé, és akkor innentől kezdve haló. Hát, hogy van ez? Nem? Igen. Nagyon érdekes. Hát, de miért ez az akácméz történet? Hát azért ja. Az is érdekes, nem? Na jól van, a drága Petink megcsinált egy-két dalt, ugye múlt héten beteg volt, viszont most összegezte a hét híreit, és az első dal az egy ilyen télköszöntő, vagy mire készült pontosan? Nyári gumi, jön a tél, hadd csúszom, ha ön nem fél. Azt valami ilyesmi. Neked ilyen rejtett tartalékaid vannak, hát, és ezt most jutod el, 6 éve együtt dolgozol. Most jutott eszembe, hogy miért nincs még reklámügynökséget, Feri, komolyan mondom. Miért megmondja most a piért, érted? Tehát, hogy abszolút kompatibilis vagy a nagyokkal. Figyelj, de hogy tényleg februárban csinálta Peti egy télköszöntő dalt, tehát hogy azért igen. Ő se kapcsolja nagyon gyorsan, nem? Így lassan belefolyunk a tavaszba, és ő mert ezt mondjuk megcsinálja decemberre, én azt mondom, oké, de hogy így februárban írt egy télköszöntő dalt. Most miért mondod, tök előrelátó volt, ezt már tavaly megcsinálta. Ja, hát figyelj, nincs jobb, mint egy dolgot kétszer leszámlázni. Nincs annál nagy baj, nagyobb baj. Na jó, meghallgatjuk Peti, hogy köszönti a telet, vagy minek körül így télen, ezzel a dallal kezdünk. Kitör a pánik, ha megmarad, 2 centi hó egy fél nap alatt. Nyári gumim sima, mint a tükör, nem hagyja az ABS-em, hogy fékezzem. Nem baj, ha esik és az út fagyos, tecsóban a párizsi akciós. Az összes kamionos ledudál, még jobban félek, hát ússzal tépel. És a kormányt markolom, előttem fékez, na ez szép lesz. És az árokba parkolom, és elvontathatom, javítathatom a drága autó. Azt mondják itt a tél, de nem veszem be, egy kalapot húzok a fejembe. Mit nekem a téli gumi, ha elfogy a parízer, az a cumi. Ha nem a parízer jár az eszembe, 60 rugó maradt volna a zsebembe. Ha egy fél méter hó már letapad, egy sószóró után arra halad. Azért vannak a hólapátok, hogy az elsüllyedt verdátok kiássák ilyen téli szép napon. Beteg. Hogy jött a parizer? Mi van? Szép hosszú volt. Ha egyelőtt kell mondani, akkor az ez volt. Semmi baj, hát nem lesz kifizetve, lehetően egyetek vele. Na hát, Varga Viktorról is énekelt, ami drága Petink, és mit énekelt Varga Viktorról, mi drága Petink? Hát, hogy nem érti, hogy mit, hogy került elő. Varga Viktor folyamatosan a bulvárban van, pofonvágta Garamit, Cintiával díszítette az étkezőasztal mellett a falat, és összetörte a Porsche-jét, és ez megihlette Petit, aki Varga Viktorról énekel most. Ki ez a 2 méteres szandokán, aki mint egy kislány úgy vág pofán? Honnan jött és hogy lett celeb? Miért kezdett a média foglalkozni vele? Ha volt 2 dal és azóta semmi, neki állt gyorsan celebkedni. Aki nem tud semmit felmutatni, a hülyeségre úgyis le fognak csapni. Nőcskét desmároltam, rávenni nem nehéz, de szerintem kamu volt csak ez az egész. Ez a pár TV-ben nem való, de tudod, beépültek, mint Trójába az a faló. Nőcskétes már oltam, mikor megérkeztem, az úton idefele már nagyon megéheztem. Szerintük
ők csak mókáznak, de kinek vicces az, ha evés közben rókáznak. Háromból kettő. Na, ez is megvolt. Mi van a Petivel? És mi lehet a harmadik? Mondjuk alig várom. Mondjuk egyébként én a Viktort bírom. Jó jelenség. Viktor és ő ketten, idézőjelben nem sértek, szóval bolondok. De nagyon szórakoztató. Nagyon szórakoztató bolondok. Igen, őszintén bolondok. Szeretem az ilyen karaktert. Csípem őket én. Norbiék bejelentették, hogy kivonulnak a bulvárból. Hoppá! Na. Az édes életeset csinálja, semmit nem csinál, kiborul, kivonul a bulvárból. Ma a Norbi. Volt az egyik bulvárlapnak a címe. Hát jó, de most kivonul, ne ostorozná. A bulvárban jelentett. Csak én nem most én. Csak hát gyerekek. Hát, miért vagy ez, hogy kivonul, ott volt a címlap? Hát úgy vonul, a címlapon keresztül vonult. Honnan tudná meg a bulvár, hogy kivonul belőle, hogyha nem nyilatkozik a bulvárban erről? De hülye vagyok, tényleg. Hogy nem szólt. Aha. És mivel volt a címlapon? Hogy meg háromszorozta a vagyonát. És abszolút kivonulási cikk. Hát, az nem a HVG volt? Nem, esküszöm. Na, és mikor? 2050? Ban vonul ki? Igen. Kíváncsi vagyok erre a Norbi, hogy tud kivonulni, mert ő azért nem az a visszafogott típus, aki azért úgy nagyon könnyen kivonul, vagy úgy csöndben van egy ideig, vagy nem. Balázs, ő mindenek megadja a módját, ez egy nagy, hosszú, alapos kivonulás lesz. Tehát, hogy így vagy, nagy pompás kivonulás. Na, meghallgatjuk, hogy Peti, hogy értékeli Norbi kivonulását a bulvárból. Amíg itt voltál velem, mindig volt pár ötletem, hogyan húzzam a bajszodat. Úgy sem bírod nélkülem, visszatérsz még úgy hiszem, halljuk még csalogány hangodat. Látom, hogy mindenki boldogan integet, én sírok egyedül, ég veled. Ontottad nekem a híreket lelkesen, te voltál az, akit oszthattam rendesen. Bye bye Norbi, kitoltál velem, elmentél és azóta nem tornázok rendesen. Bye bye Norbi, kitoltál velem, elmentél és azóta a kolbászt a hurkát nyelem. Peti, de köszönjük! Peti! Köszi! De jó, hogy felgyógyultál! 3:10, múlt egy perccel jövünk rögtön a nap legjobb pillanataival. Gyerekek, csak mondom, az utolsó elköszönésben hétvégétől milliárdos vagyok, úgyhogy... Jó. Okay. Elnézést kérek, lehet, hogy az utolsó elköszönésebb élőadásban, de ha behúzom, nem jövök. Egyik kettesem se lesz. Na, hívjuk a nap hallgatóját. És adunk neki egy jó kis ajándékcsomagot, ha felveszi. Figyelj, hogyha milliárdos leszel, akkor ígérnek, hogy csináltatsz egy Horstapert Fritz Wepper szobrot. Megkapod a lőrincre. A lőrinci rém. Igen, tessék. Hé, hát ezen a héten nem vagyunk szerencsések. Balázs, Jani, Feri, Csabi, hello, morning show. Hello, Balázs, írtál nekünk SMS-t, vagy félretársáztunk, vagy írtál? Igen, írtam egy viccet küldtem el. Igen, tetszett nagyon, nem írtad alá, hogy hívnak? János vagyok. Ugye Monika Lewinsky-ről is beszélgettünk, és írtál nekünk SMS, azt mondtad, Monikát kérdezi az anyukája, csomagoljak valami reggelit, kislányom? Á, nem, hagyd, majd bekapok valamit a Fehérházba. Régi víz, de nagyon szerettük. És ezzel te lettél a nap hallgatója, csak hát... Nem mondtad, hogy... Köszönöm szépen, ez nagyon szuper, pedig csak egy egyszerű kis vicc volt. Igen, régi vicc, de szerettük, nevettünk rajta. Viszont nem mondtad, hogy Morning Show, tudod, a szabály az, hogy csak akkor tudunk ajándékcsomagot adni, ha úgy veszed föl, hogy Morning Show. Igen, hát nem mondtam el. Nem, de ne viccelj, semmi baj. Hol hallgatsz minket helyileg? Miskolcon vagyok. Miskolcon. Jól van, köszi azért, hogy minket hallgatsz, gratulálunk, jó hétvégét neked. Okay, ciao, hello. Csabikám, jó reggelt, hello. Jó reggelt, szavaztok, üdvözöljetek a 21. században. Képzeljétek el, évek óta küzdködtem vele, és tegnap óta nekem is van egy angol WC. Digitális TV adásom. Igen, de víz még nincs. Digitális TV adás. Betárcsázós az interneten. Aztának. Szép, jó? Hihetetlen. Más világ, mi? Nagyon. De miért neked még a vonalat, beraktad a vonalat a laptopba is úgy volt internet? Nem, hát azért kicsit ennél már fejlettebb volt, de a digitális adásokat például eddig nem tudtuk elérni. És aztán tegnap meg kiderült, hogy igen. Aha, és a ura állt a kis antennával esténként, hogy... Nem, én álltam, és ő nézte. Ja, bocs. Meg magasabbra érek. És ez a felvevőd van, ez a set-top boxod? Azt még nem rendeltem meg, a set-top boxok megvannak, csak a felvevőt nem rendeltem meg, mert nem tudom, hogy érdemes-e arra a tévéműsor, hogy én felvegyek bármit. Most végignézem, hogy mik vannak, és aztán ha kell, akkor persze felveszem.
de tudok már kikölcsönözni filmeket, megőreket. Hihetetlen. Hát a 21. század, ez... Hát most már akkor a vizet is köztessétek be. Gondolod? Lopjuk most már a szomszéd? Én most már lecsatlakoznék a szomszéd áramáról is lassan, Csabi, hát úgy szépen... De jobb később, mint soha. Laura is mindig panaszkodik, hogy nagyon kormol a petróleum érte. Haladjatok azért, szépen lassan, nincs ezzel baj. Jó, megfogadom a tanácsodat. De én ezt a felvevőt nagyon sokszor használom. Tényleg, én imádom. Nem vagy otthon, valami bele akarsz nézni, tök jó. Gyereknek fölvenni a... Fölveszed a kis mesét, le, jó, jó, meg be tudsz állítani dolgokat. Amit ők néznek, az megy körbe-körbe, tehát ott nem kell ja, felvenni, úgyis az megy megint. Hasznos. Jól van. Remek zenéid lesznek, Csabi? És ráadásul elhozom Takács Nikolász újdonságát. De kedvelem őt. Az ember, akit ráadásul még a hölgyek hogy szeretnek, ahogy énekel, búgva. És ebben olyan magas hangokat énekel ebben az újdonságban, hogy még a denevérek is meghallják. Az a címe, hogy rád hangoltam. Imádom. Amikor bejött most a legutóbbi X-faktorba, hát most már nem tudom, hogy kihez, elénekelték a hát már nem tudom, azt mit tudom. Hát már nem tudom, melyik műsorban. Kapottam. A Halleluját énekelték. A Halleluját énekelték, igen. Tudod. Gyerekek, nem tudjuk a nevét, ez tök ciki. Kinek? Annak a lánynak, akivel énekeltem. Akinek volt csúnya előélete, és aztán bejött az X-be. A Krasznai. Na. És olyat énekeltek ketten a Nikolásszal, hogy úristen, a hideg. De elegánsan belekevertél azért minket, ez most nagyon hát, nem húzol ki, tudjuk. Két választásod, vagy kihúzol a bajból, vagy magam barántalak a szakadékba. Ennyi, itt nincs középutasság. Én tudtam, hogy tudod, csak vártam, hogy eszedbe jusson. Mi a recept, Feri? Kérlek szépen, tegnap ettétek meg a receptnek a tárgyát, és úgy tűnt, hogy mindenki imádta, és a Viki azt kérte, hogy legyen az, amit tegnap csináltam, cipóban sült csülök. Ez van, a cipót is te gyúrod, és akkor nagyon-nagyon jó lesz. Egyébként nem bonyolult a dolog, mindig megrettem, hogy ja Isten, kenyeret. Ja, hagyjál ezzel a 20 perccel, annyi még előveszek egy eszelőt. Tehát hát ez ja, a könnyű meg a 20 perc alatt, te cipóban nem, sült csülök, nyilván 20 perc. Nem mondtam, ez hogy 20 perc, csak mondom, hogy nehogy elmond. Hogy a kenyértől valaki megijed, nem kell megijedni. Úgyhogy ez van. Jó, de azért ez egy óra, nem? Ez egy kicsit azért bonyolultabb. Hát persze, meg kell, de egy óra, beleteszed a vízbe. Egy óra a cipő. Nem, hát cipó. Cipőben is csülök. Ti cipőben. Hát abban is egy kicsit rágós egyébként. De én maradnék a Feri receptjénél azért. Azt megették szépen, el is fogyott mindent, hogy gondoltam, jó lesz. Egyébként nagyon jól néz, finom volt, nagyon. Én megbámultam. Facebookon. Tehát vizuális élmény volt felszeletelve. Egyszerűen helyes, gyönyörű volt. Néztem, mondom, basszus. Ha valaki elmenteset akar venni a hétvégén, akkor az most már éves Buli a Mangalica Fesztivál, azért merem mondani, mert ingyenes, tehát ki lehet menni, lehet állatot simogatni, meg minden szabadságtéren van most már. Tavaly voltunk. Lesz egy Mangalica részszobor is. Te is felhajtod a kondát? Kivonulsz te is? Nem, vasárnap kinézünk majd. Na jó, Csabi jön a kívánság műsorral, 555-55-00, ez a telefonszám. Itt tudtok tőle dalt kérni, mindenkinek nagyon-nagyon szép hétvégét. Jövünk hétfőn. Szevasztok! Sziasztok!